Ütésed, átkod hiába ellenem. Szörnyű a fegyverem. Megbocsátok. Kaptam egy világot. Zsákai Piroska emlékezései. Első rész. az első évek háborúban. Az árgyélus kismadár. Az árgyélus kismadár nem száll minden ágra, én sem fekszem mindenkor, szép a planos ágyba, szállj el, szállj el, gyönge kismadárka. Ezt énekelte anyám, mert állítólag szerettem hallgatni. A rokonság óva intette a szüleimet, nehogy csoda gyereket akarjanak faragni belőlem, mert az nekem lesz rossz. Állítólag nyolc hónapos voltam, amikor rámutattam a gramofonra. Apám feltett egy lemezt, amit, ha nem tetszett, fejrázással utasítottam el. Csak akkor bólintottam, ha megfelelt a választás az igényeimnek. Ne mondd el senkinek, úgy sem hiszik el. Az igazi botrány a törpékkel kezdődött. A vitrinben laktak, Megvártam, hogy elcsendesedjék a világ, és szóltam, hogy jöhetnek. Reggelre eltűntek. Vesztemre elmondtam anyámnak, aki teljesen kétségbe esett. Később vallotta be, hogy az élénk fantáziám megrémisztette őket. Én meg úgy döntöttem, hogy a továbbiakban nem mondok el semmit, megőrzem a titkaimat. Most, amikor a mélyre ások, nem vagyok biztos benne, mi a saját valós emlékem és mi az, amit később meséltek el nekem. Az árgyélus kismadár időszakban szüleim úgy döntöttek, elvisznek a templomba. Előre szóltak, hogy nem szabad beszélgetni. Apám karján ültem. A felajánlásnál csend volt, épp úgy, mint a rádióban, amikor németül és magyarul bemondták a légi veszélyt. Így hát rá is zendítettem Hispien! De én folytattam. Bácska, Baja, Pécs! Zala! Hazavittek és konstatálták, hogy még nem lehet engem misére vinni. Később is alakítottam. Nagynéném megtanított egy kis verset, amit az oltárnál kellett elszavalnom. Ha szépen mondod, a Jézuska ad egy puszit. Ezt megbeszéltük. Aztán elmondtam és vártam a jutalmat. Közben a sekrestjéből integettek, hogy menjek be. Ne! A Aurél atya kijött, ölbevett, és úgy vitt be. Toporzékoltam, szegény nagynénikém meg kapott olvasatlanul. Hát így nyitottam a világra. Egér Miska. szép volt a reggel, az udvar, a kert, jó kedvűen ébredtem. Eldaráltam a reggeli imát, aztán magamban előterjesztettem a privát óhajaimat is. Törjön el, anyu prakkere! Fulladjanak meg a kacsák! Felzabálják előlem az epret! Kapja krumplicukrot a boltos bácsitól. Sajnos többnyire nem teljesültek ezek a fontos óhajok. Amikor apu elment, kezdetét vette a reggelizés tortúrája. Mit kérsz? Habos kávét, kakaót? Epret! kalács is van. Nem kell. Délben már megjuhászottam, mert apu hazajárt ebédelni. Amikor megláttam a zöld masszát, azt a hűde egészséges spenótot, tudtam vége a világnak, mert abból egyetlen kanállal sem akarta menni. Apám nővére a temetőbe igyekezvén beugrott hozzánk. Jókor, éppen kinézett nekem délutára a gondolkodó sarokfedő nevű fogda. Ő azonban elvitt magával, Hát, ha utána megéhezem. Már pedig akkor se eszek egy falatot sem. Ha nem eszel spenótot, úgy jársz, mint egérmiska. Az meg hogy járt? Meghalt. Nem hiszem. Megmutatom a sírját. Befordultunk a kapun. jobbra egy kicsi sír volt. Na, itt van eltemetve. Megszeppentem, hazaérve csukott szemmel belapátoltam a spenótot. Ám jött minden szentek, amikor testületileg kivonultunk a temetőbe. A csöp sír mellett egy bőszoknyás néni áldogált. Oda futottam. Egér néni, tényleg azért halt meg Miska, mert nem elvett spenótot? Pillanatok alatt ott termett apám, és elrángatott. Megmondtam, nem úgy neki semmit. Sok év múlva néhány hónapos fiamat tömtem spenóttal. Összegyűjtötte a szájában, és leköpött vele kölcsönkenyér visszajár. Háború és béke. Ha megdörren az ég, és azt hiszed ágyú szól, majd fedezékbe rohansz, az a háború. Ám ha Szent Péter görgeti a hordóját, és közben a cikázó villámokban gyönyörködsz, az bizony a béke. Egyre közelebbről hallottuk a tompa dörrenéseket. Itt a front, Csomagoltunk a nagymamához, hogy ne legyen egyedül. Örültem is, meg nem is. Szerettem a verandánk színes üvegein szikrázó napfényt a nagy fonott fotelből nézni. Nagymamával is jó lenni, gondoltam. Oda költözött apu nővére, Julka is, mert nem akart egyedül maradni ő sem. Vittük a kis ágyamat, az összes játékot és a mesekönyveket is. Esténként átjöttek rózsafüzét imádkozni a szomszédok kert szomszédjaink lengyel származásúak voltak. Nyuri bácsit szerettem, mert mindig mókázott velem. A másik szomszéd folyton morgott. Őt nem igazán kedveltem. Kerítés nem volt. Akkor jöttünk, mentünk, amikor csak akartunk. Az egyik nap bejelentette valaki a városházáról, hogy németeket szállásolnak el nálunk. Megint pakolnunk kellett, a fricceknek a vendégszobát szántuk, nagymama meg Julka a konyhába költözött, mi pedig a hálóba. Apu tud németül, baj nem lehet, reménykedett a család. Nem sokáig várattak magukra. Az óber akárki apuval tárgyalt. A nagy asztal és a székek maradtak, a fal mellé leterítettek valami matraszféleséget, aztán becsukták maguk után az ajtót. Ha köszöntek, mindig összecsapták a bokájukat. Néha énekeltek. Egyszer aztán a parancsnok behívta aput. Sokáig beszélgettek. Adott egy plakátot és egy jó tanácsot. Menjünk velük. A plakáton egy marcon a ferdeszemű, dzsingiszkán képű katona vicsorgott. Alatta a szöveg: Jön Iván. Nagymama keresztet vetett ilyetében. Menjetek, fiam. Persze, hogy nem mentünk. Mivel a szertár főnökség kereket oldott, apám egyedül maradt a vasútállomáson. Kora reggeltől késő estig zsonglőrködött szenet szerezni a mozdonyoknak, alkatrészeket a javító műhelynek, és az Isten tudja még mi mindent. Hogyan hagyhatta volna itt még az édesanyját is? Búcsúzóul én is összecsaptam a bokámat, majd üvöltöttem, mint a sakál. Csizban élkül szörnyű fájdalom a mutatvány, Megsimogatták a gyapjas fejem, és elmentek. Mi pedig a változatosság kedvéért újra pakoltunk. Vissza a vendégszobába. Háború volt. Ruszkik, Anteportász. Nagymama tésztát gyúrt, én pedig vártam a leeső végeket, hogy a spóron megpirítsam őket. Ekkor a morgós szomszéd kétségbe esetten átkiabált. Itt vannak az oroszok! A kapuban, kopott ruhában ott ácsorgott néhány orosz katona. Egy pecsétekkel összepüfölt papírt mutatott a parancsnokuk, hogy hozzánk kellett jönniük. Nagymama teátrális mozdulattal betessékelte őket. Leültek a vendégszobában és hallgattak. Közben riasztották apámat, aki életében először és utoljára hagyott ott csapott papot és öles léptekkel rohant hazáig. Amikor a ruszkik meglátták egyenruhában, Örömúlyangásba törtek ki. Ők is vasutasok, voronyesből. És itt kezdetét vette a baráti nagygyűlés. Julka paprikás krumplit főzött a legnagyobb fazékkal. Nagy sikere volt. Az egyikük előhalászott egy viharvert füzetet, és közölte, Ja, tálmács! és már írta is a mennyei paprikás krumplit betűzve. Paprikás krumpli. Játálmács, nem te? Nagy derültség közepette, a kezembe nyomott egy kis viseltes könyvet. Ettől kezdve ketten fordítottunk. Aztán jött a kultúrműsor. Előkerült a harmonika, és a Volga-Volga című nóta anyám rázendített. Valahol a Volga mentén élt egy aranyhajú láz talmács megint előkapta a mindentudót, és szótagolta. Valahala, Volgamentin Nagyon tetszett nekik a valahala. Következett a bemutatkozási ceremónia. A parancsnok magára mutatott. Árszent. Aztán a fiát mutatta be. Nikolaj. Papa. A többieket én neveztem el. Egy bádok ácsorgott az egyik. Voda. Víz. No, dajvíz. víz. Ő lett Dai víz, és így tovább. Mi is új neveket kaptunk. Apu Vasil, anyul Ilinka, Julka Juleska, nagymama Bábka lett. Én pedig a Málenyka becenévre hallgattam. És láss csodát, megint pakoltunk. Dunyása Esténként papával, a parancsnokkal útra keltünk. Nem csak Nikolaj, mindenki papának hívta. Nagymama kockás plétből kertésznadrágot vart nekem, meg lélekmelegítőt mellényt. Aztán papa még egy nagy kendőbe is bebugyolált, és a karjára vett. A másik kezében egy nagy füles fazék volt. Mentünk a katonák vacsorájáért. A tarjáni mellékvágányon egy nyitott ajtajú vagonban állt egy hatalmas kondér, mögötte a termetes orosz katonanő dunyása. Papa felemelt, és én tudtam, hogy heves cuppogtatás következik, amit nagyon nem szerettem. Egy puszi, egy arctörlés. Biztos az otthon hagyott gyereke helyett ölelgetett csókolgatott. Cukrot is kaptam. Aztán telemerte a nagy fazekat káposztával, és már ballaktunk is hazafelé. Papa otthon megpróbálta elmagyarázni, hogy ne törölgessem az arcom, amikor Dunyása csókolgat. Néma. Körbeültük a nagy asztalt, én a papa ölében. Egy kanál nekem, egy kanál neki. Közben beszélt, hogy mit nem értettem, de a szeretetét éreztem. Utána táncoltunk. Kolja harmonikázott, én kaptam egy zsebkendőt a kezembe, és papa karján trónolva körbe-körbe lejtettem. Ma is tisztán emlékszem a vagorra, dunyására és a vacsora utáni táncolásra. A talmács egy almával kedveskedett. Jábloko! Alma! Olma! Nem alma, Alma! Esti imámban papáékért is imádkoztam, mert reggelre kelve csatázni mentek. A kertbe egy katyusát vontattak, amin jókat ugrándoztam a morgós szomszéd károgott. Ha visszajönnek a fritzek, a falhoz állítanak bennünket. Megszoktuk az örökös okvetetlenkedését. Mellettünk tübörgött a háború. A monaskat az esti imádkozást szüneteltetni javasolták a szomszédok, mondván a ruszkik istentelenek, és halomra gyilkolják a papokat, apácákat és a hívő embereket. Katonáink eközben nagy izgalommal várták Romanov kapitányt, akiről megtudtuk, kézzel, lábbal, heves gesztusokkal mutogatták el, hogy egy rendkívül szigorú parancsnok. Már szinte nagymamáék is várták őt, de a kapitány csak nem érkezett meg. Épp elkezdett imádkozni a család apám nővére, Julka leányáért, aki apácaként élt egy zárdában Kispesten, amikor egyszer csak betoppant a kapitány. Gyorsan! Eldugni a rózsafüzért! Ám a jóképű, mosolygos Romanov kitárta a pufajkáját, amibe, láss csodát, egy Mária kép volt bevarva. Intett, ami azt jelentette, nyugodtan lehet imádkozni. Nagymamáék megkönnyebbültek. A mi monaskánkról viszont semmi hír nem érkezett. Volt, aki úgy értesült, hogy az apácák Rómába mentek. Valójában azonban a főnöknő kettesével palócmenyecske öltözékben elengedte őket, mert a zárda nem bizonyult biztonságosnak. Ott is látták az Iván plakátot. A főnöknő azt tanácsolta nekik, ha oroszokkal találkoznak, azt kell mondani, hogy moj. Stoppoltak. Egy zárt rakodóterű autó állt meg nekik orosz sofőrrel. A homályos raktér lassan világosodni kezdett, ők pedig megláttak egy kirgiszképű Ivánt. Mintha a plakát elevenedett volna meg. Automatikusan imára kulcsolták a kezüket, és becsukott szemmel várták a véget. Ti manáska? De? Fordult a paraszt menyecskékhez a ruszki. Igyom Damoy. Nálunk akkor éppen hadi tanácskozás volt, a kapuban két fegyveres állt, bejönni csak a titkos jelszóval lehetett. A palóc menyecske megállt, és az Igyom Damolra beengedték. Az volt a jelszó, Ben öröm és döbbenet fogadta. Hogy jöttél be? A szőzanya megsukta a jelszót. A nagymama sírva fogadt. Együtt voltunk végre. A cerkov, a pópa és a propaganda. A talmács katona néha otthon maradt. Volt, hogy nélküle háborúztak. Ilyenkor elkapta a frakkom. Így talmács, stotakolje. Tanultuk egymás nyelvét. Vagy elment az elosztóba, ahonnan almát, krumplit hozott. Egy reggel Julkát kereste. Ugye jó A nagymama összetette a kezét, mint aki imádkozik. Cerkóv! Megvakarta a feje búbját, és elment. Julka a Jézus szíve oltárnál térdelt és imádkozott. A talmács mögé lopózott a hívek épülésére. Jóleska, víz, jordok! Julkának a haja is az égnek át. Nem tudott mit tenni, kiment a templomból a talmács dísz kis életében. Adok én neked mindjárt ördögöt! Joleska, pópa propaganda nyit! Páprikás krompli, da! Szélhámos! Fújt bérgében Julka, de hazajött, és nekiállt a főzésnek. Sok év múltán is jókat derültünk, amikor felidéztük a történteket. A barátok azóta is propagandaként emlegetik a prédikációt. Emlékszem, akkoriban tanított meg nekem egy verset a szomszéd Gyuri bácsi. Nyema hleba, nyema só, nyema ruszki harasó. Mondja csak el papának, nagyon fog neki tetszeni. Alig vártam, hogy otthon eldicsekedjek a tudományommal. Papa a fejét csóválta, valahogy nem nyerte el a tetszését a strófa. De Gyuri bácsi sem kapott dicséretet aputól, csak rám nem haragudott senki. Viszont a verset nem felejtettem el. A papáik elmentek csatázni, és otthon csend lett, beültem a nagy asztal alá a talmács könyvemmel és a játékaimmal. Egy szép napon bejött egy nagy darab ruszki, két fegyveressel, és rámutatott anyámra meg Julkára. Na válj, robot! Megdermet mindenki. A fáma szerint kibújtam az asztal alól, és közöltem: Nyet, nyet, jöttál már, stotálkoja, ha? Nagymama szerint a drabális Ruszki felkapott, össze-vissza csókolgatott. Legyintett, káromkodott egy cifrát, amit minden magyar hamar megtanult, aztán mindketten elmentek. Este papa megdicsért. Összerázódtunk szép, lassan. a bot csinálta nagyányik. Apám feladta, nem ment ki a vasútra, így teljes lett a káosz. Otthon maradt, ahol viszont nem találta a helyét. Papáék nélkül védtelenek voltunk. Egyszer beállított két ruszki oficér, mondván apámért jöttek. Néme állomás, nyacselnyik! Szegény kézzel lábbal tiltakozott, hogy a forgalomhoz nem ért, de nem volt a belláta. Elmenőben még tett egy mozdulatot, azt mutatta, fel fogják akasztani, ha összeereszt két vonatot. Valahonnan előkerítettek egy forgalmistát is, aki megnyugtatta apámat, nincs mit irányítani. Ha viszont mégis erre tévedne egy vonat, majd ő tudja, mit kell csinálni. Mi eközben vártuk papáékat, mint a messiást. Amikor megjött, azon nyomban ment a komandatúrára, és hazahozta apámat. A zsákjából előhalászott egy köteg gészt, Bepójálta apu karját, és mutogatta, mit tegyen, ha megint jönnek érte. Bevált a terv. Csak hogy apu nem tudott egy helyben ücsörögni, fogott egy kalapácsot, és a begipszelt kezével végan kopácsolt. – Masszil, ti gyurek! – mondta apámnak papa. Biztosan azt akarta mondani, hogy hamarosan lebukik, ha nem nyughat. Apám akkor kezdte el a szódabikarbóna szedését, amire élete végéig szüksége volt alkalmanként jött a kapitány. Ilyenkor kiterítettek egy nagy térképet, amelyre vastag ceruzával ráböktek, és bejelöltek valamit. Engem nagyon izgatott a dolog, ezért felmásztam az asztal tetejére, és oda toppantottam, ahová a ceruzával jelöltek. Amikor meguntam a nézelődést, lecsúsztam, vettem a zsákból egy almát, és spasiba kiáltással otthagytam őket. A kapitánya megbeszélés végeztével még a kezembe nyomott egy szemcukrot. Do svidányi, Én istenem, jó istenem! Megint eltelt egy nap. Papáik szedelőzködtek. Nem értettem, miért kell elmenniük, amikor én minden nap vártam őket. Nikolaj megmutatta, hogy a sok alma és a cukor megmarad nekem. Kikísértük őket, a kapuban búcsúzkodni kezdtünk. A szomszédok is odajöttek. Papa még egyszer felkapott, én pedig keserves bömbölésbe kezdtem. Úgy fejtették le a kezeimet a válláról. Ő is sírt. Még visszaszólt. Rajnak kaput? Nekünk. Ők mennek Berlinig. Egy óvatlan pillanatban a kerten át az utcára szöktem. Megyek papa után! Sírva futottam a temető felé. Az autó már messze járt. Trappoltam az utolsó házig, azt követte távolabb egy aprócska házikó. Ott állt egy öreg ember, aki bevitt a konyhába, és rám zárta az ajtót. Az asztalon fokhagyma bűzölgött. Amikor apám észrevette, hogy eltűntem, futni kezdett az utcán. Valaki mondta neki, hogy egy gyerek bőgve a temető felé szaladt, és azt kiabálta papa. Messziről meglátta, hogy a kisház előtt valaki integet. Amikor odaért, bejött, magához ölelt, és hang sírni kezdett. Ígérd meg, hogy soha többet, ígérd meg. Csak ezt soha hajtogatta. a. Otthon senki sem szólalt meg. Éreztem, hogy valami rettenetes dolgot csináltam. Zárni kell a kapukat. Az a költöztünk. Néztem a Veranda színes üvegeit, de már nem voltak olyan szépek, mint az előtt. Csúnya nagy madarak jöttek. Semmihez nem hasonlítható mormolással, zümmögéssel jöttek a bombázók. Egy repülőről röpcédulákat szórtak. Reát kerül a sor, virágos hat van. Volt, aki megrántotta a vállát, volt, aki felment a Strázsa hegyre, messze az állomástól. Apuk Lára nővére a Vasút utcában lakott, négy sieder fiával. Ők felmentek a présházba. Mikor lejöttek, a házuk helyén egy gödör égtelenkedett, de legalább életben maradtak. Csúnya nagy madarak jönnek! Vágd el a nyakát! A rohanás az óvó helyre. Amikor feljöttünk, a gyújtóbombák úgy világítottak, mint a gyertyák minden szentekkor a temetőben. Az állomás helyén égnek álltak a vágányok. Rengeteg halott feküdt a földön. Köztük a fronton harcoló András bátyánk apósa, anyósa, és erdélyi menekültek. András bácsi kenyeres pajtásával az ügyvéddel együtt fogságba esett. Családjaikat látszólag biztonságba helyezték. Az ügyvéd egy kis faluban élő paraszt családhoz menekítette várandós feleségét és tizenéves fiát. A németek lovakat akartak rekvirálni, lefoglalni. A házigazda azonban nem adta őket. Amikor a német tiszt erővel akarta elvenni az állatokat, a gazda hanyat lökte. A házban lévő összes embert agyonlőtték. András bátyánk fiatal feleségét és öt, illetve három éves kisfiát Pestre bombabiztos tiszti bunkerbe vitte, amely mégsem volt bombabiztos. Egy láncos lövedék telibe kapta, mind meghaltak. Itthon a házukon egy cserép sem repett meg. Apám ment azonosítani őket. Rosszul lett. Zúgtak a harangok, hozták a koporsókat. Nekünk ötöt. Nagymama többet nem vetette le a fekete ruhát. Ma is rejtély kiírta meg a kinti foglyoknak, hogy a másik családja meghalt. Hazafelé egymást készítették fel a szörnyűségre. Hatvanban csak mi vártuk a bubátját. Az ügyvédet senki. Iszonyú napok jöttek. Ültem az udvaron, bámultam az eget. Nagymama azt mondta, Andriska és Gáborka kis angyalok lettek. Vártam, hát ha meglátom őket, ahogy hintáznak. A boltocska redőnye lehúzva, a boltosékat elvitték. Szőlősi Ágika élt három évet. Csúnya nagy madarak, ronda háború. Ne gyertek vissza soha többé. békében. Egy szál csöpögő gyertya mellett emlékezem. 1950. június 27-én marhavagonok és ponyvás autók százai indultak a hortobágyra. Bennük riadt öregek és gyerekek, a nép ellenségei. Köztük én. Birkahodályok, ólak lakói lettünk három évig. Közel tízezer ember kálváriája kezdődött ezen a napon. Áldott legyen az emlékük, az elkövetőket pedig sújtsa megvetés. Családom regénye. Apai nagyapám meghalt, mielőtt megszülettem volna. Sírkövére a neve helyett kérésére a katolikus köszöntést vésték dicsértessék. Én akkor az angyal kórusban énekeltem még, és ő rábeszélt, hogy ebbe a családba érkezzem. Apám a hatodik, a legfiatalabb volt a testvérek közül. Három szép lány és három okos fiú. Apám a vasuta státuszt Nagy Nagymama, kis hajónk kapitánya, a tarnamérai bíró lánya volt. A birtokról csoda dolgok érkeztek ma is emlékszem a tök magolaj felejthetetlen ízére. Anyai nagyapám kárpátaljai ruszin volt, aki a maga készítette ladikon szökött át, lecsorogva a tiszán. Az agyvám megállt hatvannál, és benősült a gazdatiszt családjába. Nagyanyám éjjel-nappal dolgozott, kertet, földet művelt. Mindannyian nekünk éltek. Nagyapa ruszinul imádkozott, és ha csak sziszegte a szavakat, Tudtuk, hogy káromkodik. Kemény hegyi szín volt, oldhatatlan honvágyjal. Szép szomorú dalokat énekelt, és hozzá harmonikázott. Elfogadtam hát meghalt nagyapám invitálását, és a zsákai klánt választottam családomnak. A nagynénik nagybácsik gyerekei ekkor már kamaszkorúak voltak. Én lettem a központ, ahogy apám mondta, a kisasszony. Elégedetten konstatáltam, engem mindenki szeret. Aztán jött a háború. A vasutasok mentesültek a frontszolgálat alól. Apám egyik bátyja Párizsban élt. A másikat karpaszományosnak vonultatták be. Esténként érte imádkoztunk. Amikor a szövetségesek elkezdték a bombázást, apu a hóna alá csapott, és rohantunk a légó pincébe, ahol már zengett a most segíts meg Mária. Én üvöltöttem, ahogy bírtam, mert apám kifeszítette az álkapcsámat, hogy meg ne süketüljek, ha légnyomást kapunk. A háború után csodálatos évek következtek. A Béke szigete voltunk öt évesen kaptam egy kis testvért, Lacikát, akiért nem igazán lelkesedtem, mert a bömbölésével túlharsogta a levezjátszót. El akartam adni a kökényesi kofáknak, de nem kellett nekik. Így aztán belenyugodtam a megváltoztathatatlanba, de a trónt nem osztottam meg vele. Az iskolában unatkoztam, és a drága tanítónénit bosszantottam, aki remekül kezelte a sztár allőrjeimet. Épp a második osztályt végeztem, készültem az agyvaparti indián táborba, ahova a nagyfiúk beszavaztak, amikor a hatalom közbeszólt. Vasárnap délelőtt templomba mentünk, utána az agyvaparton ugrándoztunk délig. Akkor beállított egy nő, hogy apám aláírását kéri. Az éven ez a felirat volt olvasható: Akasszák fel, mint szentit. Apám felállt, és csak annyit mondott. Kifelé. A nő hápogott, mire apu erélyesebben megismételte. Kifelé. Laci. Ördögök a Kolostorban. 60. 1950. június 19-e reggel. Apám Egerbe utazott kiküldetésbe. Anyám a friss mandula műtétje után lábadozott. Mi hancúroztunk. Dörömböltek a kapun. Egy ismeretlen férfi izgatottan kiabált, viszik a barátokat Szibériába. Este érkezett meg apánk. A templom mellett jött el, látta a tömeget, és hallotta Rafael atya sírós könyörgését, hogy mindenki menjen haza. Reggel a templom elé gördült egy ponyvás autó, rajta meggyötört piarista szerzetesek, apácák. Több sem kellett. Az emberek, köztük a provokátorok, Szétfutottak a városba. Aki kezét, lábát bírta, rohant a templomhoz. A tömeg egyre csak gyűlt, az emberek énekeltek és imádkoztak. Persze akadt, aki indulatosan kiabált, de atrocitás nem történt. Aztán megindultak a készenlétben váró, egyesek szerint bedrogozott ávósok. Beszorították a tömeget, és iszonyatos verés következett begyűjtötték a szolgálatba induló vagy éppen hazatérő vasutasokat is. Ha valaki tiltakozott, megrugdosták. A kolostor kapuját betörték. Kivétel nélkül mindenkit összevertek. Az egyik Ferences 16 rettenetes pofont számolt meg, aztán elájult. Egy apáca meghalt. A barátokat kordára fűzve fellökték egy teherautó platójára. Pestig térdelniük kellett. Vitték az ömében vasutas lázadókat is. Meg sem álltak Péter Gáborig. A piarista szerzeteseket a falhoz állították, és a mit sem sejtő kofák adományait, a tejet és a tojást a fejükre öntve ütötték őket. Tizenhét napig éjjel-nappal vallatták őket. Apám nővérét is elvitték a papokkal. Apáca leányát pedig internálták hatvan egy patyomkin falu lett. Kimozdulni sem mert senki. Másnap a nagyszájú, klerikális, jobboldali szocdem vasutasokat, köztük apámat, bélistázták. Június 26-ára fegyelmi tárgyalásra hívták őket. A tárgyalást Pestre hirdették meg. Apu civilbe öltözött. Anyu sírt, hiszen a házassági évfordulójukat és a László napot szokták ilyenkor ünnepelni, együtt a nagy családdal. Este későn, de vidáman jött meg a Nem lesz ebből semmi. És akkor kopogtak. Két rendőr állt az ajtóban. Udvariasan félórás kihallgatásra hívták a Ő a vállára terítette a zakóját, és hátra nézve azt mondta: Visszajövök. Ez a mozdulat él bennem ma is. Három év múlva láttuk viszont. Én utánukosontam, és láttam, hogy egy balonkabátos a dzsibbe rúgja őt. Tudtam, hogy nem mondhatom el anyunak, és azt is tudtam, vége a világnak. Lacika már elbóbiskolt, mi csendben ültünk, csak a fali óra tiktakja zenget. Fél kettő tájban aztán autózúgásra, dörömbölésre, káromkodásra riadtunk. A kazettás tölgyfajtót berúgták, rengetegen tódultak a házba. Amint meglátták a terített asztalt, törni-zúzni kezdtek. Az egyik letépte a feszületet, és addig taposott rajta, amíg a korpusz lepattant. Anyánk elé a véghatározatot mi szerint veszélyes elemek vagyunk, ezért ki kell emelni minket a rendes emberek közül, és kényszer lakhelyül a hortobágy kónya tanyát jelölik ki. Én ezt nem írom alá, hiszen ez Zsákai László és családja nevére szól. Hol van a férjem? Már ott van, várja magukat. Készíti a lakhelyet. Elhitte. Mindenkinek ezt hazudták. Feldobáltak az autóra néhány holmit a tetejére bennünket. Ránk sziaszták a ponyvát, és ott maradt velünk az üvöltő dervis. A szemközti ház ablaka mögött állt egy egyetemista fiú, és sírt. Őket is így pakolták fel a nyilasok. Úttalan utakon, éhesen, szomjasan, a portól fuldokolva indultunk el valahová. A Hortobágy folyónál álltunk meg. Harmincnál is több ponyvás autó jött velünk. Amikor a parton felsorakoztattak bennünket, és körülöttünk davajgitáros, üvöltő ávósok rohangáztak farkaskutyákkal, anyáink azt hitték, kivégeznek bennünket. Mellelőnek a vízbe, és kész. Visszaparancsoltak a ponyva alá, amit viszont nem sziasztak vissza. Talán a közelbe megyünk, és nem Szibériába. Isteni csoda, hogy a zsombékos mezőn nem borultunk fel. Leszúrták a motyóinkat, és estig ott ácsarogtunk. Nem értettem, mi történt. Nyolc évesen összeesküvő lettem a három éves öcsémmel együtt. A legkisebb összeesküvő nyolc hónapos volt. Egy rozzant falak nélküli pajtában zsúfolódtak össze az előttünk érkezők, odatuszkoltak be minket is. Mély álomba merültünk volna a földön, ha a parancsnok bajtárs appelt nem rendel el. Zengzetes szitokszózattal üdvözölt minket, egész véletlenül üvöltve. Egy ládán, eszes Terpezben közölte, hogy itt fogunk megdögleni. Mi vagyunk az ország rákfenéje, haszontalan söpredék. Anyu sírt, Lacika lábán kuporogva bóbiskolt. Én pedig arra gondoltam, hogy már pedig a kiabáló parancsnok fog itt megdögleni. Éjszaka iszonyatos vihar jött, a pajta tetejét felkapta, és mi ott áztunk az Isten szabad ege alatt. Másnap reggel anyut kivitték a rizs telepre dolgozni. Lacik az okogott, anyám úgy szintén. Ott maradtam a bőgőmasinával, és fogalmam sem volt, mihez kezdjek. Az ú alakú birkahodájt kézzel kiganajozták, ott alakítottak ki fekhelyeket. Szorosan egymás mellé állítottak minket, és szalmát szórattak a földre. Itt fogunk lakni, így mondták, lakni. A dühös patkányok éjszaka csapatosan támadtak, nem akarták feladni a területüket. Nappal a lapos majd legyek falatoztak belőlünk. Három napig nem ettünk semmit. Vizet egy lajtban hoztak, de másnapra már ihatatlan volt. A hodályba észrevétlenül mellén költözött az Isten. Lágertöltelékek Másnap egy rakás ávós érkezett egy teherautóval. Már csak ti hiányoztatok, morgott egy öreg sváb. Vezényszavak, csizmadobogás, kutyaugatás. Futottak az állomás felé, ahová beván szorgott egy tehervonat. A vagonokból meggyötört emberek kászálódtak ki, minket elzavartak, hogy ne bámuljunk. Az osztrák határ mellől érkeztek. Egy négy napos kisbaba is volt közöttük, Kati. Egy katonai barak állt a hodály mellett, a babát odavitték. Az apja kétségbe esetten szaladgált, hogy meg kellene fürdetni. A táborban ott maradhatott egy juhász családjával meg a birkákkal, de tilos volt velünk népnyúzókkal kommunikálniuk. Az asszony szólt a tanácstalan apának, hogy hozza azt a gyereket, majd ő megfürdeti. Fürdesse csak, sziszegett a parancsnok, aki a vatsza már becenevet kapta. Az asszony rá sem hederített, tette a dolgát túlélésünkhöz még sokszor segített. Kati az érettségi után egy hatalmas csokor virággal köszönte meg a fürdetést. Aztán jöttek a vendek, a svábok, a görög tengerészek, a szerb partizánok, akik naponta levelet írtak Rákosinak, hogy rohadt fasiszták közé zárták őket. Egy belorusz fiú és 90 éves nagymamája volt a kedvencünk. A mami fogoros volt, de a kezében már nem volt erő, ezért az unoka, a szép nyikita kapta ki a fájos fogakat. Szerencsések voltunk velük, más táborokban nem volt fogorvos. A fiúval esténként hanyat fekve bámultuk a csillagokat a kútnál, és beszélgettünk. Ő oroszul mondta a magáét, én magyarul. Szinkronban voltunk. Amikor a kutyák ugatni kezdtek, Nikita felpattant, kivillantotta az összes fogát, és nukjus bugar, davaj szpatty, kiáltással elköszönt. A görögök úszni tanítottak a csatornában. Hiába nyafogtam Stavrosnak, hogy engem is tanítson már, a nagy lányoknak tetszelgett. Felálltam a fahídra, és Stavros ugrok, kiáltással le is ugrottam. Leértem az aljára, majd a víz feldobott. A görög elfenekelt, de megtanultam úszni. A morgós öreg sváb lett a francia nevelőnőm. Ha felbőszítettem, cifrán káromkodott, ezért kapta Lincsi ezt a becenevet. Anyám hajnaltól késő estig a baromfi a keltetőben dolgozott, ő kérte meg, hogy vigyázzon rám. Neki baronesz voltam. Lajos volt a legrosszabb gyerek a táborban, önvédelemre tanított. Leszeged a fejed, mint a bika, belefejelsz az ellenfél melkasába, és az összecsuklik. Kipróbáltam, Lajos összecsuklott. Ez megpecsételte a barátságunkat. Loptunk, mint a szarka, ami csak a kezünk ügyébe akadt. Éhesek voltunk. Amikor becsuktak bennünket a karcerbe, Megjelent egy méretes patkány. Mezitláb voltunk, én majdnem frászt kaptam. Állj a lábamra, ha harap, engem harap meg. Harminc év múlva Heidelbergben zokogtunk egymás vállán. Megkérdeztem, a lábára álljak-e? Azt felelte, inkább ne. És már nevettünk. Haza össze, kérdeztem. Majd tankkal... Lassan ötszáznál is többen lettünk. Gróf szécsényi reggelente tornázott, aztán befogta a lovakat. Volt vitéz várkapitányunk és csendőrünk, katonatisztünk szép számmal. Anyáink voltak a szent asszonyok, ha a hatalomnak gúnyolódni támad kedve. Karcsival felfedeztük a csikósokat, kiszöktünk hozzájuk. Egy bajszos megnézett minket, és megkérdezte, onnan jöttünk-e, Onnan, morogtam, és nem reménykedtem barátságos fogadtatásban. Délszegen ült a lovon, tett egy kört, majd a kezét nyújtotta. Ugordják is, Geróf! Nem volt nálam boldogabb a földkerekségen. Karcsival az ötven éves évfordulón találkoztam újra. Emlékszel? kérdezte. Emlékszem hát mindenre. A tanítónk harmadikos gimnazista fiú volt. hádról hozták napi parancsba kapta, hogy tanítania kell. Előtte egy évig a szabad gyerekekkel jártunk egy csöpp tanyasi pintyóba. Megszerettük egymást, és ez nem illett bele a tervbe. Ezért a táborban egy sárból vert épületben neveztek ki egy szobát iskolának. Ez a fiú úgy tanított, mint akinek hatalma van. Nem csak tanított, reggeltől estig gondja volt ránk. Két évet temettük. Én búcsúztattam, illetve búcsúztattam volna, ha nem jut eszembe Néri Szent Fülöp, és az, hogy legyetek jók, ha tudtok. Akkor rám jött a sírás. Áldott legyen az emléke. Zene Patkányváros és poloskafészek A hodály patkányai rendületlenül támadtak, általában éjszaka. Anyuékat éjjel borsót csépelni vitték. A lelkemre kötötte el ne aludjak, mert a patkányok lerágják lacika fülét. Géza mellettem feküdt, ugratott is később, és mesélt a csoda bivajról, amelynek a szarvát letörve finomságokat találunk. Csorgott a nyálam, de legalább ébren voltam. Ha elbóbicskoltam és félálomban meghallottam a patkány szuszogását, oda csaptam. Hajnaltájt beájultam. Ma is kísért a rémálom. Ahogy besütött a nap, megleptek a legyek. Lacik a szája, orra és a szeme feketén lett tőlük. Tehetetlen dühömben felráztam. Akkor láttam, hogy a szoba tisztaságnak vége. Kivittem az itatóvájúhoz és beleállítottam. A juhász kétségbe esetten kiabált, hiszen tönkretettem a vizet a vájúban, és neki kellett a gémes kútból újból telemerni. Visszamentünk a hodályba, ahol a birkák óbégattak, és egy daráló mögött rendületlenül. Lola néni a szalmán énekelt. Nem vagyok én puccos dáma, nincs rá módom, reakciós volt az uram a vasúton. Kimentem a hodály mögé, hogy ábrándozzam egy kicsit, de a járőr elzavart. Szitta a fajtámat, az anyámat, én meg magamban az övét. A távoli kék erdőt szerettem bámulni. Oda képzeltem a rubintos hintót, a királyfit, és magamat a taftruhámban. Na de hol lehet a ruhám? Kivette fel? Puff, vége az álmodozásnak. Egyszer megéreztem, ételszak terjeng a levegőben. Egy kondérban grízes tésztát főztek. Megfogtam lacikát, meg egy tepsit, és beálltam a sorba. Félreállítottak. A végén kikaparták a kondérfalát, az lett a miénk. Két pofára faltam. Lacika nem evett, később sem. A juhászté adott anyunak egy tojást. Hát, ha az kell lacikának. Nem kellett. Már nem bőgött, csak nyöszörgött. Néha meghallgattam, szuszog -e még? Szeptember közepén észbe kapott a vatsa már, a parancsnok, hogy iskolába kellene járnunk. Felsorakozott a rongyos gárda, majd fegyveres kutyás kísérettel ballagtunk a töltésen. Megálltunk egy kunyhónál. Mi ez? Iskola. Jézusom! Magam elé képzeltem az én iskolámat. Ki ül most Zsuzsa mellett, hiányzom-e a tanítónénimnek. A fali képen Rákosi vigyorgott, rányújtottam a nyelvemet. Pedig azt kellett énekelnem, hogy Rákosi pajtás bennünket boldog jövőbe vezet. Visszatérve a táborba, appelt vezényeltek, le kellett adni a személyes okmányokat és értékeket. A kerékpárok, fényképezőgépek, rádiók eltűntek örökre. A parancsnok ekkor lőtte főbe magát, mert valaki el akarta számoltatni. Biztos nem kapott a szajréból. Egyre hűvösebb lett a forróság után. A gyerekesek katonai barakba költöztek. A boldogság viszont csak egy napig tartott. Éjszaka poloskák rohamoztak a repedésekből előbújva, az eresztékekben fütyült a szél. Visszasírjuk a patkányokat. Hol fogunk mosakodni, mosni? Nem volt válasz. Lacikát a nagyapa hazavihette hatvanba. Akkor láttam először sírni. Mint egy szárnyaszeget madár, úgy feküdt az ölében a szemefénye. Anyu vigasztalhatatlan volt. Aztán megérkezett a tél és a sár, gumicsizma kellett volna, fáztunk, Apu bundájában kuporogtam az emeletes ágyon. Fájta hiánya. A fájdalom a hátam közepéből indult ki, és a melkasomat szorította. Apu, suttogtam, és potyogtak a könnyeim. Királyok, hercege, grófok Mármint mi. Igyekeztek ellenséges hangulatot teremteni velünk szemben, de a puszta népe ellenállt. Segítettek, ahol és ahogy tudtak. Pedig őrzőinknek azt súlykolták fentről, ne csak őrizd, gyűlöld. Így hangzott az AVH-s lózunk. Gyűlöld, mert amíg te éheztél, ők dőzsöltek. Naplopók és burzsóák. Az őrök gyűlöltek bennünket. Féktelen haragjukban, ha néha közvetve is, de gyilkoltak. Vilmos, ma sem tudjuk, zsidó volt vagy sváb, és nincs is jelentősége, nyílt tekintetű, szép fiatal ember volt. Talán 18-20 éves. A szülei disszidáltak, ő pedig hozzánk került. Valaki ráfogta, hogy szalonnát lopott a konyháról. A kihallgatáson úgy összeverték, hogy a következő kihallgatás miatti félelmében felakasztotta magát. Kivitték a tetemét lovaskocsival, és valahol elhontolták. Azt is mondták, lenyaladták vele a falra fröccsent vérét, mert megrongálta a nép vagyonát. A szalonna persze meglett. Volt közöttük emberséges is. Általában nem említek neveket, de mezőbajtársat név szerint szeretném bemutatni. Mosolygott mindig. Ha szabadságra ment, oldaltáskájába rejtette a fekete leveleket. Aztán valaki lebuktatta. Talán közülünk? Nem tudjuk. Mint ahogy azt sem, mi lett vele. Anyám leveleit egy Kati nevű munkatársa adta fel, és a válaszok néha pénzzel hozzáérkeztek. A meseautó kibejárt a táborba. Hozott vagy éppen vitt embereket. Akiket a debreceni ávóra vittek, azok vagy vissza sem jöttek, vagy ha igen, Hallgattak, mint a sír. Győző, imádott nagyapját egy reggel holtan találták. Becsavarták egy pokrócba, lovaskocsira tették és elvitték. Nincs sírja. Ballaktak az évek, az édes otthon képei halványodni kezdtek. Nyúltam, mint a fű az üvegházban. Ha már nagyon utáltam az emberiséget, a kazal tetején bújtam meg. Pocsék volt az élelmezésünk, amiért fizetni kellett. Na meg az őrzésünkért is. Oda-haza a nagymama szorosra kötötte az álla alatt a fekete kendőt, és kiállt a piacra. Pénzt küldött anyunak. Amikor meghalt, ezt írtam. A hatvani piac téren, vérvörös tulipán kejhében, fokhagymát árul a nagyanyám. A hatvani piac téren, meghalt egy tulipán igazán. Szeretteink kálváriája A kutatók 800 ezerre becsülik a büntetés valamilyen módját elszenvedők számát. Apámról semmit nem hallottunk csak magyar szakos nagynéném kódolt üzenetét. Laciól van, tartsa is meg őt az ég. Él, kis tartsám van. Kis tarcsát 1950. októberében szállta meg az AVH. A munkaképeseket kiválogatták, munkatáborokba vitték. A hatvani vasutasok zömét recskre. Mi akkor semmit nem tudtunk erről. Csak azt, hogy recsken a berepülő madarat is lepuffantják kettős drótkerítés, kettős őrség, őrtornyok és borzalom. Veszélyes gyilkosok, mondták a foglyokról a recskieknek. Faludi György így írt az atléta termetű vasutasokról. Hasítják a követ, a bánya alatt elhaladó vonatok füttyéből pedig megmondják, hány az óra. Apám dossziéjából tudom, hogy két vamzert állítottak rá. Csak a fedőnevüket ismerem, talán jobb is, Bizalmas viszonyban lehetett velük, mert elmondta az egyiknek, hogy a nővére verette félre a harangot hatvamban. Erre kis már hívatták is Julkát. Iszonyú verést kapott. Belebetegettem a gondolatba is. Egy tál lencséért köpött a besúgó. A bűn klerikális beállítottság. Ennyi. A szerzeteseket bíróság elé citálták. Rafael atya a házfőnök életfogytiglant kapott, Géza atya 13, Aurél atya 12, András atya 10 évet. Az ítéletet csak Rafael atyán tudták végrehajtani. Ismeretlen körülmények között meghalt a váci börtönben. A többiek 56-ban szabadultak vácról. A rokonaink az elvesztésünk feletti fájdalom mellett válogatott atrocitásoknak voltak kitéve. Amikor nagyapa hazavitte Lacikát, azonnal orvoshoz sietett vele. Ő azonban nem volt hajlandó internált gyereket gyógyítani. Bandi bácsi, nyugdíjas rokonunk segített a feltáplálásában. Apám bátyja vette magához, és a kislányával együtt nevelte. Lacika hónapokig az ablaknál állt, és várt bennünket. Aztán elment az ablaktól, és nem is beszélt rólunk. Apának szólította a nagybácsit. Apánk 53. április végén szabadult recskről. Hazaérve látta, hogy az utcában gyerekek játszanak. Lacika! Nem ismersz meg? Nem, szólok apának. Engedélyt kaptunk, hogy apu meglátogathat minket a hortobágyon. Áltunk az árokparton, és én izgatottan vártam őt. A lélegzetem is elállt. Az én délceg apám helyett egy harcsa bajszú, hajlott hátú öregembert láttam. Ez nem az én apám! Az őrsön egy lyukba ültünk be, természetesen davajgitáros gitáros felügyelettel. Hullottak a könnyei, én pedig dühös lettem, hogy ezelőtt a senkiházi előtt sír. Egy apa ne sírjon! Nem sokáig élt recsk után. Anyám harminc évig síratta. Vár apád. Gimnazista voltam, amikor meghalt az apai nagymamám. A sírjánál készültem az érettségire. A másik is hamarosan követte, potyogtak rá a könnyeim. Nagyapa sietett utána. Mind elmentek, akik szerettek. Amikor a lányom az akkor két éves kisfiával hancúrozott, eszembe jutott Lacika. Mit szólnál hozzá, ha valaki elszakítaná tőled? Megölném. Nem, nem ölnéd meg. Ő ölne meg téged, mert a fegyver mindig a gonosz kezében van. Mindig. Halványuló remény sugár. Két év után egymás agyára mentünk a pusztán. Az összetartás eresztékei elkezdtek recsegni, ropogni. Bár az őse ellenség továbbra is közös volt, éhesek voltunk, fáztunk, nem tudtunk tisztálkodni, és a takaró alatt kellett öltözni, vetkőzni. Rettenetesek voltak az ünnepek. Ilyenkor mindenki hazaszállt gondolatban. Karácsonykor a svábok stillanachtoztak, a vendek Maria, Majka, Moját énekeltek, és a görög Krisztus mellett a mennyből az angyal is zengett. A toprongyos barak éneke az égbe szállt. tábor létszáma egyre nőtt. Szabadulásról szó sem esett. 1953 tavaszán robbant a bomba. Bajszos moszkvai apánk jobb létre szenderült. Én megsirattam. Rákosi berezelt. Moszkvai nógatásra átadta a kormánykereket Nagy Imrének. Hamarosan elterjedt a hír, szabadulunk. Amikor Nagy Imrét kivégezték, nagymama misét mondatot érte. Ő engedte haza a gyerekeket, magyarázta a prépost úrnak. Lajossal büntetésből a barakfalát támogattuk, amikor két kutyás díszpinty elvonult mellettünk. Ennek meg meghalt az apja, intett felénk az egyik. Egymásra néztünk. Melyikünknek? Egy apának élni kell. Hülye ez. Lajos apjára rázuhant a fagyos föld, recske. Öt árvát hagyott maga után. Kárpótlást nem kapott a család, mert nem volt bírósági végzés, amit semmisnek lehetett volna nyilvánítani. És nem szakadt le az ég. A meseautó kibejárt. Kihallgatások folytak, jegyzőkönyvek készültek, ki hogyan akarta megdönteni a népi demokráciát semmi kétség, ez már a szabadulás előszele volt. A szolgálatos bajtás egyszer csak rácsapott az oldaltáskájára, és bólintott. Ez azt jelentette, ott a szabaduló papír. Augusztus 15-én ültünk vonatra. A kocsiban süteményel kínáltak. Egyétek meg, morogtam. A vonat végre megállt hatvanban. Nem éreztem semmit. Apu nem várt bennünket a mátrai erőműben forró salakkal teli csillét tologatott. A nagybátyámék nyakára mentünk, mert nagymamához lakók költöztek, a házunkban pedig a tanácselnök elftárs pöffeszkedett. Lacika semmit nem értett, csak érezte, megint pakolni kell. Este kimentünk apu elé. Anyu megállt a vasúti felüljárón. Apám rohant felfelé. Átölelték egymást, és nem mozdultak legendás szerelem volt. Utórezgések Kislány, ha egyszer innen elkerülsz, mit viszel tartós emléket haza? Kísértenek-e csúf álmok, ha jön a csendes, békés éjszaka? Miért is kellett megszakítani iskolát járó szelíd életed, hogy itt te pusztán, annak helyébe az élet terhét korán felvegyed. Ha egyszer, később, évek múltával emléket kotorsz, és nézed a múltat, Hortobágy olyan emlék csak benne, mint egy rossz álom, mert átaludtad. Nem sokáig tologatta apánk a csillét, mert mint politikailag megbízhatatlant, elbocsátották. Anyut nem vették fel sehova. Nagymama főzött, mi meg ücsörögtünk. Hamar megfogalmazódott, ami régen elképzelhetetlen volt. Ott kellett volna maradnunk. Ott már elfogadtak bennünket. A vasút hallani sem akarta börtönviseltjeiről. Egy mozdonyvezetőt elzavartak a mozdonya mellől. Nagy nehezen apu elszegődött segédmunkásnak, villanyoszlopoknak ásott gödröket, anyu pedig kutyákat írt össze fillérekért. Lacika elsős lett, hallgatag, csendes gyerek volt. Én a régi osztályomba mentem vissza, de minden olyan idegen volt, hogy éjszakánként visszasírtam a pusztát. Táskám nem volt. Valahonnan kaptam egy szalmaszatyrot, de tornacipőre már nem futotta. A tanár ordított velem. Hatodikos lettem, de mivel a lágerben nem tanultam oroszul, be kellett pótolnom egy évet. Ez olyan jól sikerült, hogy a tanár végül példaképnek állított a többiek elé. Nekem azonban lassan betelt a pohár. Elhatároztam, hogy visszamegyek a pusztára, a csikósokhoz. Jött az ősz, sokan voltunk a rokonok nyakán. Egy éjszaka aztán zörgettek az ablakon. A régi szomszédasszony, akit a háza bitorlói beengedtek a kiskonyhába, kapkodva mondta, menjünk gyorsan, a tanácselnök az éleple alatt költözik. Anyu futott vele, tényleg pakoltak. Mindent vittek, még a gyórótáblát is, mert az nekik kell. Anyu kihúzott bennünket az ágyból, és néhány batyuval homfoglaltunk. Másnap jött egy nyomozó, amennyiben nem kotródunk el hatvanból, küldi értünk az egyes számú autót. A házat egy elvtársnak kiutalták. Anyu teljes nyugalommal azt válaszolta. Az egyes számút egyszer már küldte? Most legfeljebb a kettes számút küldheti. Jól jegyezze meg. Innen élve el nem visznek bennünket többet. Napokig ültünk összepakolva, de sem az autó, sem a nyomozó nem jött. A ház a nagymama nevén volt, nem állomosíthatták, így aztán maradhattunk. Megengedték. Ismerősök, ismeretlenek hoztak asztalt, székeket, amelyeket szó nélkül letettek a járdára. Szedett vedett bútorokkal, de berendezték nekünk a régi otthont a legszükségesebbekkel. Kiszabadult kistarcsáról apu nővére is, akinek apáca leánya Nógrádból érkezett meg. Nagymama misét mondatott, és összehívta a nagy családot. Csak nyitráról nem jöhetett haza Romána néni és a férje. Be sem fértünk az öreg házba, a diófa alatt is voltak kölcsönszékek. Kicsit hideg volt, de boldogok voltunk, hogy tudtunk újra nevetni. Lassan elhomályosult a láger légköre. Soha, sehol, senkinek. Ez volt az alapkövetelmény. Milléres emlékeim. Nyolcadik után a patinás Bajza József gimnázium diákja lettem. Megdolgoztam érte. A járási orosz nyelvi vetélkedő győzteseként automatikusan felvételt nyertem. Vasutas kabátban és bakancsban jártam ugyan, de a diáksapka azt hirdette, hogy kiváltságos kaszt tagja vagyok. Harmadik után nyáron, hatvanon keresztül utazott a vitre az ázsiai delegáció. Nekem egy kínai elvtárs nyakába kellett volna ugranom, de célt tévesztettem, és egy japánt ölelgettem bőszen a sötétben. Lett is Ribillió, újságíró volt, aki többek között oroszul is beszélt. Jöttek is az ötoldalas szerelmes levelek Tókióból rendületlenül. Még jobban megtanultam oroszul. Barátságunk a haláláig tartott. A titkos szolgálatok épülésére. Ő ma is egyike a legkedvesebb emlékeimnek. Érettségi után az akkor felsőfokra emelt tanítóképzőben folyt intézményes visszafejlesztésem Horger tanár úr macerálásai mellett. Majd elvégeztem az orosz-magyar szakot és az összes agymosó fakultást. Friss diplomával egy csöpp iskolába neveztek ki, ahová mezítláb érkeztem, mert a körömcipő feltörte a lábam. 37 év után onnan mentem nyugdíjba. Lakást nem kaptunk a városban, ezért a férjem nem kis bosszúságára, lavorpusztára költöztünk. Imádtam a nagy házat, a nagy kertet állatkertestől, ideális volt a gyerekeknek. A tanárnő egy jelenség volt – emlékezett egyik tanítványom valamelyik találkozón. Azt is akkor tudtam meg, hogy egy tábla csokiért az érdeklődő bácsiknak megsúgták a nevemet és az iskola telefonszámát. Hogy én mit hallgattam annó emiatt? Szerettem a hivatásomat, a gyerekeket, a nagy és nem voltam hajlandó elmenni sehová onnan. A tanácselnök kedvelt, kiharcolta, hogy én vezessem az iskolát. Megvédett, amikor büntetett előéletem miatt feldobtak. Ha én vezényeltem volna le a rendszerváltást, a tisztességes vezetőknek érdemrendet alapítottam volna. Hogy éltük volna át azt a 40 évet nélkülük? 2000-ben kértem a nyugdíjazásomat. És még ma is hazajárok. Nyugdíjasként jelentkeztem a kárpátaljai Ferences misszióhoz szolgálatra. Ezek nehéz, de szép évek voltak. Néha sem villany, sem víz, sem gáz nem volt. Kérdeztem a kurátort, hogy egér van-e? Rávágta, az van. Magyart tanítottam, a bábikkal hímeztünk, amit kiküldtünk Svájcba. Élelmet osztottunk, reggelente pedig pavarottit hallgattam, aki valójában egy koldus volt, és az ablakom alatt énekelt. Ferenc atyával úttalan utakon autóztunk. Egy alkalommal hóviharban csúszkáltunk, amikor meglátott az út szélén egy kupacot. Megállt. Kine száj! De hiszen ez egy ember, mondta Ferenc atya. Elszégyeltem magam. A hetedik X után leltározni kezd az ember. Gyerekeim, unokáim külföldön, egy itthon van, és neki én főzöm a legfinomabb krumplis tésztát. Már van értelme az életnek. Kedves barátom invitál a világ másik végére. Miköt oda? értetlenkedik. A sírhalmok. Ők, akik a talpam alatt és a szívem mélyén vannak. A családom maradéka, és neves ki a puszta mert ott a legszebb a nap lemente és napfelkelte. A csillagos ég és a fodormenta illata. A roskadó hodály és az emlékeim. A sorstársaim, akikkel félszavakból értjük egymást. Hát ezért maradok. Akikkel kezdtem, és akikkel befejezem földi pályafutásomat, a ferencesek, akik ma is részesei napjaimnak. Meghaltak már az összeesküvők. A kriptába gyertyát és virágot viszek az angyali szelítségű Rafael atyának nincsen sírja. A história Dómus tanúsága szerint zsidókat mentett. Őt a szívembe temettem. A megbocsátásról, illetve a meg nem bocsátásról egy kedves sorstársam így ír. Ha bűnhát felvállalom, bűnhődtem eleget úgy is bűntelen. Könnyű véget ne adj nekik, könnyen elmenni ne engedd, ne engedd őket, Istenem! Szemük előtt filmként peregjen sorsunk, fülükbe zúgjon síró jajveszékelés, hogy bocsássak meg, mikor ők sem fordulnak felén bocsánatért. Recs reggeli Nyakon vágott a múzsa, írhatnékom támadt, Előjáróban annyit, hogy eléggé el nem ítélhető módon, soha nem reggelizem. Kávé, cigi az indítás, az orvosok meg hat hüledezzenek. Mondanom sem kell, a pusztán reggelente legfejebb legelhettem volna, ahhoz meg nem volt kedvem. Amikor kivágtak a lágerből és hazaszédelektünk, addig aludtam, amíg a gyár hetet fújt, akkor aztán kapkodás és lóolás az iskolába. Akkorra már mindenki elment otthonról, a nagymama meg még nem érkezett meg. Így aztán senki nem biztatott a táplálkozásra. Mire összerázódtunk négyen három irányból, eltelt egy kis idő. Jó apám és a konyha olyan távol álltak egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Egy vasárnap reggel a spór mellett nyüsgött, miközben rémes szagok terjengtek. Gyanús volt, hogy merényletre készül. Hát te, hüledeztem. Reggelit kaptok. Recs reggelit. Felkészültem a túlélés fortéjaira, miközben mesélni kezdett. Ha békén hagyták őket, mindig főztek. Éhesek voltak. Egy szegedi paraszbácsi mondta el nekik, hogy ők reggel mindig szalonnát sütöttek, azon kockára vágott kenyeret pirítottak, és egy bögre aludt tejjel nyakon öntötték. Hát most ezt fogjuk enni mi is. Az öcsém is merezgette a szemét, én meg fohászkodtam, hogy túléljem. Mert a szalonnát nem szeretem, aztán reggel nem is vagyok éhes. De hallgattam. És elkészült a gundeli remekmű. Finom vagyok, ha azt mondom, ehetetlen volt. De dicsértük, apám boldog volt, és megígérte, máskor is ezt kapjuk. Hősiesen ettük vasárnaponként, ha dörüljön. Ma reggel, miért, miért nem, eszembe jutott a recski reggeli, meg drága jó apám megcsináltam, hősiesen neki láttam. Aztán rám jött a sírhatnék. Eszembe jutott, hogy a kőtörés mellett napi 800 kalóriát kaptak volna, ha abból el nem lopják a javát. 96 kilóról 52-re fogyott. Reggelente azt nézték, ki megye még a sorakozóra. A szegedi bácsit Puska Andornak hívták. Az első recski találkozón odajött hozzám, és azt mondta. Rendes ember volt az apát, hallod -e? Ma egész nap rá gondoltam. Írhatnékom és sírhatnékom támadt. Hogy elmondtam, most könnyebb. Recski három királyok. Így emlegette őket apám. A triumvirátus, Faludi György a költő, Egri György a publicista, és Gábori György a szocdem politikus. Amíg a bibliai királyok Mirhát Tömjént aranyat vittek az újszülött messiásnak, ők hárman a túléléshez szükséges áfiummal rendelkeztek. Faludi György Shakespeare és Víjon kurzusokkal oktatott, Egri György a történeteivel csítította a hazavágyó rabok indulatait, a mindig humoros Gábori György életiránti szeretetét pedig Auschwitzban sem tudták megtörni, és recsken sem hagyta magát szerencsésnek mondhatom magam, hogy személyesen ismertem, tiszteltem és szerettem őket. Tátott szájjal hallgattam őket. Kivel kezdjem? Úgy döntöttem, névsorban lesz igazságos. A publicista Egri György Kedves törékeny alakja ma is előttem van. Mindig mosolygott, egy felejthetetlen történetével emlékezem rá. Az ügyvéd. A hajcsárok vasárnap sem hagytak minket békén. Hol parkosítottunk nekik, hol vízgyűjtőgödröt ásadtak velünk, csak hogy pihenni ne tudjunk. Egy vasárnap délután csoda történt. A barak pritsein maradhattunk, és ekkor elhatároztuk, hogy sorban elmondjuk, ki hogyan került ide. Ügyvéd vagyok, kezdte valaki az egyik felső ágyról. Ez a kulák itt alattam, folytatta, egy alkalommal lélekszakadva rohant be az irodámba. Azt kiáltotta, doktor úr, nagy baj van. Mire rámordultam, na, kitört a háború? Ő azt felelte, attól is nagyobb. Halálra ítélték a fiamat. És elmesélte, éjjel-nappal szántottak a határban, hogy teljesítsék a tervet. Egyszer csak az ekéből kiesett egy csapszeg. Ekkor a fiú odaballagott a vasúti sinekhez, a talpfából kirángatott egyet, az ekébe illesztette, és szántott tovább. Valaki azonban meglátta és feljelentette: A kulággyerek ki akarja siklatni a vonatot. Ezért ítélték halálra. Erre felkaptam a kabátomat, folytatta a történetét az ügyvéd, meg sem álltam a minisztériumig, ahol elmondtam, hogy egy vonat akkor sem siklik ki, ha egy marék szeget húznak ki a talpfákból. Summa summarum, a kötelet megúszta a gyerek. Bennünket a folyosón két detektív várt. Letartóztattak a szocialista igazságszolgáltatás akadályozása miatt. És most itt vagyunk mind a ketten. Ennyi, fejezte be a mondandóját. A csendben aztán megszólalt valaki. El sem hinném ezt a sok hülyeséget, ha nem én lettem volna a bíró. Gyuri bácsi 56-ban meg sem állt Kanadáig. A 80-as évek végén találkoztam vele. Nyugodjon békében. A költő Faludi György Kalandos életét és életművét, a pokolbéli vígnapjaimat sokan ismerjük. Ültünk egy padon Nagy Imre temetésén, a költő meg én, és én egy versét idéztem pompás beosztást kaptam mára a gyilkos kőtörés helyett. Elmosolyodott. Sárközi professzorra emlékezett a versel, aki annak idején recsken, szemrebben és nélkül lemért két kiló rózsát egy orosz tisztnek. Ennek volt szemtanúja az aznap kertészkedő költő. A versért kaptam egy cuppanós puszit. Az ávó pincejében kezdett el verset írni, fejben mert az íráshoz szükséges eszközök nem álltak a rendelkezésére. Nem hitte, hogy a kiképzést túléli. Ezért a cellatársak, majd a recski rabok megtanulták a verseit, hogy elmondják az utókornak, ha ő már nem lesz. Jaj, jaj, nekem csupa ütés, rúgás az alfelem. Mi lesz velem? Szibéria? Viszbéria? Kémkedés alapos gyanújával vallatták. Amikor már sok volt a dádá, gondolt egyet, és vallott. Igen, van összekötője, a vallató mohón írta a megbízó jellemzőit. Homlokán két dudor, dongaláb, a neve diabóló. <laughs> Aznap este hagyták aludni. Kis tartsáról marha marhavagonokkal kelet felé indult vele a vonat. Csak is Szibéria lehet az út célja, gondolta. A vonat recsk parád állomáson állt meg. Lóhátról üvöltő, ütlegelő ávósok terelték őt és társait a hegyre. Lábbeliükben nem volt fűző, ezért azok az őszi sárban ragadtak. mezét futottak tovább. Mellette futott az a huszártiszt, aki megfogadta, pap lesz, ha élve megúszza a kalandot. Nézd csak, gyurka, vigyáznak ránk. És az égre mutatott. A nap ragyogó szegét vont egy felhő köré. A felhő egy gyermekét tartó nő alakot formázott. Az ateista költő sok év múltán is meghatódva emlegette a jelenséget. Eltelt néhány év, de a recski emlékek nem halványultak. Megírta hát. Versben, prózában is. Kanadában élt és tanított. Egy alkalommal egy utazási irodába kellett mennie egy idegen városban az ajtóban dermetten állt meg. Az irodában, életnagyságban ott állt makaróni, a recski ávósok legkegyetlenebbike. Az is megdermett. Mi lesz most? A neve, amelyet eddig senki nem tudhatott, ott állt egy díszes kártyán az asztalon. A költő szó nélkül elfordult, és becsukta maga után az ajtót. A bűnt így is követheti bűnhődés. Ő is elment. Remélem az égi kávéházban van toll és papír. Az is biztos, hogy ott nem találkozik makarónival. A politikus Gábori György Mindig kihívta a sorsot egy asszóra. Fiatalon bekapcsolódott a szociáldemokrata ifjak mozgalmába, és hamarosan fekete listára került. Agitált, lázadt, tüntetett, lekapcsolták. Néha a sorrend változott, ő nem. Megkapó egyéniség volt. Elképesztette a kihallgatókat és a hallgatóságát is. Auschwitzban a lelket tartotta sorstársaiban. Hazatérve azonnal felvette a kapcsolatot a szodztemekkel. Ám hamarosan szitok szó lett az ő szerelmetes hitvallása. Péter Gábor sem bírta rávenni, hogy ne álljon ki bebörtönzött társai mellett újra és újra ismétlődött az agitálás, letartóztatás. AVH, kistarcsa, recsk. Klasszikus útvonal. A nyolcvanas évek végén találkoztunk. Ő is Kanadában élt, taxisofőr volt, az utasait szórakoztatta Justus Pállal, a kikényszerített egyesüléssel, az emberi jogok sárba tiprásával. Fél óráig csak búcsúzkodtunk. Már alig láttam, amikor visszaszólt, és mutató ujjával felém bökött. Nektek, recski gyerekeknek, kutya kötelességetek lesz emlékeztetni az utókort. Emberek, vigyázzatok! Ketrecbe engem zártak. Körülbelül 1800-an voltak recsken. A pontos létszámot nem tudjuk ma sem akkor tájt a számtan tanár ragadvány nevű ávós számolta volna össze őket, csak hogy ez soha nem sikerült neki. A holtfáradt rabok esőben sárban átsorogtak órákig, mert a létszám sokat szóra sem stimmelt. Szólni sem volt ajánlatos, mert a tudós akkorákat rúgott tehetetlen mérgében, mint egy megvadult ló. Apám alteregója Béla bácsi katonatiszt volt. A felületes szemlélő össze is tévesztette őket a vágott nyakú becenevű ávós apámat csuklóztatta, mint rohadt hortista katonatisztet. Béla bácsit pedig vipla rúgta fenékbe a reakciós vasutas helyett. Eleinte tiltakoztak, de annak rémes következménye lett, így aztán nem szóltak. Este egyeztettek, ki mit kapott aznap a másik helyett. Borzas, a parancsnok osztogatta az éjeli fogdát annak, akit most kaptak. Makaróni, a politikai tiszt szemelte ki a besúgónak valókat. Aki nem állt kötélnek, nem sok jóra számíthatott. Repetya azzal fenyegette a kőfejtő rabokat, hogy aki lazsál, nem kap repetyát. Rajta is maradt. Nemhogy repetát, normális adagot sem kapott senki. A kutyás szaki jó voltából néha loptak a kutyák eledeléből. Ő pedig nem nézett oda áldották is a rabok. Ahogy Kéri Kálmán ezredes sem látta meg, ha a disznók moslékját dézsmálták a társai. Ő volt a büntető brigád parancsnoka. Ha már egyszer egy egész ezrednek parancsolt, ő vezényelte a büntetősöket is. Három évig tartották fogva azokat, akik, ha szabadon élnek, tudásukkal gazdagíthatták volna a hazát. Béla bácsi nemzetközi hírű ballisztikai szakértő volt. Szabadulása után egy városgazdálkodási vállalattál dolgozott fizikai állományban. Kálmán bácsi portás lett egy gyárban. És még szerencsésnek mondhatta magát, hiszen munkát kapott. A nyalka huszártiszt pap lett, ahogyan megfogadta azt a pince mélyén lévő magáncellájában. Még tizennyolc évet ült. Kilencven után kanonokká nevezték ki. Vezérezledesi címet kapott. Géza bácsi az északkeleti frontbetörés, így nevezték, egy ofotért boltban lett eladó. Azért kapta ezt a nevet, mert a hatalom szerint titkos üzenetet kódolt az időjárás jelentésbe. Pedig tényleg csak egy hideg frontról beszélt. Ő is, mint a többiek, optimista, kedves ember volt. Mind énekelték, fújták a recski indulót. Válci utcán, Váci utcán, Követörni már nem fogsz, nyakkendő és vasalt nadrág, ehhez könnyen hozzászoksz. Ma már csak tizenhárman élnek. A találkozón többnyire az utódok jönnek össze, és egyre több a fiatal. Iskolások látogatnak el az emlékparkba. Ha arra jártok, nézzétek meg a rekonstruált barakkot, a múzeumot, és gyönyörködjetek a festői tájban. A tábor fölé már nem magasodik a zerge, mert azóta is dolgoznak a kőfejtők. Ma már gépek. Nekem még mindig fáj recsk, jobban, mint a puszta. Három évig fénykép apukának adtam esti puszit. Hamar elment. Végleg itt hagyott. kis a szenvedés birodalma. A rendőriskolának épült internáló tábor lett. A háború éveiben innen vitték az első és az utolsó transportot Auschwitzba. A háború után, amikor a retteget délbuda buda kicsinek bizonyult, ide internálták azokat, akik ellenszegültek rákoséknak. 56 után ismét itt sínylődtek az engedetlenek. Átmenő tábor volt, 1950 őszén a tábort átvette az AVH. Innen kerültek a rabok recskre és más táborokba, hogy dolgozzanak. A recski kőbányába kiválogatták az erős fizikumúakat. Ócska katonai egyenruhába öltöztették őket, vastag piros mínium csíkkal a hátukon. Ugyancsak innen vittek Kazincbarcikára egy fél lábú hatvani vasutast, aki vízhordó lett. Könnyeit törölgetve bicegett, közben paralízises kislányára gondolt, aki a hortobágyon csúszott mászott a földön. Kis tartsa a könnyek birodalma. Öt perces kihallgatás után kerültek oda többek között a hatvani vasutasok, akik a ferencesekkel karöltve akarták megdönteni a demokratikus államrendet. Nincs már pokoli torony. Neki ugrottak szétszedni a tábort. Egy éve felcsillant a remény, hogy a maradék épületben lesz az emlékhely. Azóta csend. Nagy csend. Drága Magdám, édes piroskám. Jöttek, mentek a levelek Szidni és Budapest között. Szombat reggelenként hosszas telefonbeszélgetéseket folytattunk. Később e-maileket írtunk egymásnak, skype -oltunk. Fél szavakból értettük egymást. Magda nagyon hiányzol. Nem győztet kivárni, hogy tönkretett életedért igazságot szolgáltassanak. Átadtad nekem a stafétabotot. A kapocs, amely összekötött bennünket, kis tartsa volt. Okos szép fiatal lány voltál, óvónői képesítéssel szép kis ovodát vezettél. Szabadkán ért a vőlegényed, édesapáddal őt látogattátok meg, amikor a keleti pályaudvaron bóklászó nyilasok begyűjtöttek benneteket. Kis tartsáról vittek Auschwitzba. Édesapádat akkor láttad utoljára. A borzalmakat túlélted, hazajöttél. Megismerted a leendő férjedet, akinek feleségét és kisfiát elégették. És mégis volt erőtök újra kezdeni. Megszületett a kisfiatok, és kaptatok két és fél év boldogságot. Szűk markú volt a sors. Azon a rettenetes márciusi éjszakán újra rátok törtek. Ember csempészet és egyéb koholt vádak miatt letartóztattak benneteket. Azt sem engedték meg, hogy a fürdőkádból kivedd a síró gyermekedet. Az ávón vallatások sorozata várt. Féljedet újra és utoljára egy sötét rabomobilban láttad összeverve. Még annyit suttogott neked, szeretlek. Kis tarcsán abba a zárkába tettek, amelyben ben is voltál. Két hét után egy éjszaka a smasszernő belökött egy helyiségbe, ahol nem volt szabad prics. Fásultan álltál az ajtóban éhesen, szomjasan, mozdatlanul. Akkor egy hangot hallottál. Gyere ide! valaki megosztotta veled a szűk pricset, és kitört belőled a sírás. A kisfiam, ne sírj, mondd velem, most segíts meg Mária. De én zsidó vagyok, nem baj. Ő is az volt, akihez most imádkozunk. Ő is a fiát csiratta, és az apáca Magdával Máriához fohászkodott. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Két és fél év rettenet után szabadultál. Akkor tudtad meg, hogy a férjed meghalt. Keserves évek következtek: mellőzés, megaláztatás, az elvesztett és kifosztott otthon utáni sóvárgás. Ausztrália lett a hazád, én pedig világgá kiáltom a bánatodat. Gondolatban virágot teszek a sírodra. Nagyon hiányzol, drága Magdám. Az apáca Addig emlegette Magda ezt az apácát, hogy kíváncsi lettem rá. Elindultam hát, hogy felkutatom, hát ha még él. Egy nővér otthonban találtam meg, de már nem kommunikált. Csak erősen magához szorított. Úgy tűnt, érti, amit mondok. Későn mentem. Az otthonban volt egy másik nővér, akivel árva gyerekeket neveltek együtt egy kis somogyi faluban ő mesélt el egy krimibe illő történetet. Megjelent a meseautó, és elvitte a szelíd jóságos Kornélia szorort, akit egy bencés szerzetes indult el felkutatni. Később ő is bekapcsolódott a beszélgetésbe. Így tudtam meg, miért tartóztatták le Kornélia nővért. A páter ugyanis arról értesült, hogy a nővér bátyja szöktetett Ausztriába egy híres dívát – amiért aztán az egész családot letartóztatták. Mit tudnak? Hol van? Folytak a kihallgatások, és mindegyik családtagot erről faggatták. Kínos volt ugyanis a világgá kürtölt disszidállás a szabad Magyarországnak. Letartóztatták hát a hírességet segítő férfi szüleit, testvéreit, de még azok házastársait is. Őrizetbe került a díva ügyvédje, fodrásza, barátnője, Bárki, aki csak kapcsolatban állt vele. Ugyanis a hölgy a telefonban, melyet lehallgattak, elfecsegte magát, és név szerint érdeklődött, megbízható-e az illető segítő. Nem lehet minősíteni a felelőtlenségét. Látszólag könnyű dolga volt a titkos szolgálatnak. Akcióba is léptek, de valahogy a díva mégis kicsúszott a kezükből. Aztán jött a bosszú. Az egyik kihallgató egyszer kifakadt. Mit akartok ettől az ártatlan apácától? Semmit nem tud. Tényleg nem tudott. A kihallgatások után irány kis tartsa. Később elmondta, naponta gyötörték. Nekiugrasztották a vérebeket, és amikor hozzáértek, visszaparancsolták őket. Hogy bírta ki? kérdezték tőle. Imádkoztam. Isten legyen hozzájuk irgalmas. A bátyját végül törbecsalták és kivégezték. A díva közben élte a világát nyugaton. Cornélia nővér kis tartsa után egy apácához került, aki befogadta és munkához segítette. Csendesen érdegélt, dolgozott. Amikor beteg lett, nővér otthonba került. Meghalt már. A mennyei kápolnában énekli, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Éva. Pontosabban Éva néni. Túl a kilencvenen is sportos alkatú, elegáns hölgy volt. Vajszínű nadrágköztümben, kifogástalan frizurával fogadott. A kezdeti tartózkodása enyhülni látszott, amikor átadtam neki Magda üdvözletét. Együtt vészelték át a náci haláltábort és a kis tartsai fogságot is. Hónap alatt a dossziéjával bandúkoltam a Margit hídon. Zavarban voltam. Tudom a titkait, olvastam a bátyja rimánkodó leveleit a levéltárban. Éva néni az angol kisasszonyoknál tanult. Németül, angolul, perfektül beszélt, zongorázott, ahogy az akkori középosztály lányai. Édesapja megkérdezte, mit szeretne még tanulni. A cukrászatot választotta. Zserboékhoz került, ott megtanulta a mesterség csinyát, minját, és kapott egy kis cukrázdát, amely hamar híres lett a városban boldog volt. Ám jött a nyilas hatalom átvétel és Auschwitz, ahol életre szóló barátságot kötött Magdával. Aztán hazajött, rendbe hozta a kis cukrázdát. Szívesen jártak hozzá kávézni az angol tisztek, mert a kávé mellé kedves szavakat is kaptak, angolul. Ám megérkezett a fekete autó is. Milyen államtitkokat árult el az angoloknak? Ki a megbízója? A standard perbe akarták bevonni, mint összekötőt. Éjszakai kihallgatások vártak rá. Nem vallott, mert nem volt mit. Szerencsére nem dölt be a hamis ígérgetéseknek sem. Megúszta kis tarcsával, ahol Magda ugrott a nyakába. Hát, megint együtt. Szabadulása után egy vasúti restiben dolgozott. Évekig figyelték, jön -e az angol kapcsolat. Nem jött. Magányosan élt, hang nélkül robotolt. Agyonvágott életét egy nagy táskába zárva berakta egy hatalmas szekrénybe. Megígértem, csak akkor írok róla, ha már elment. Akkor is név nélkül. Betartottam. Legszívesebben cifrákat káromkodnék. De annak biztos nem örülne Éva néni. Júlka. Apánk Julianna nővérét becéztük így. A névadó az öcsikén volt, Júka kiabálással. Csodálatos teremtménye volt Istennek, élete tragikus eseményeit hihetetlen erővel viselte. Szép lány volt, nagyapának hordta az ebédet a vasútra, ahol megtetszett egy nyalka vasutasnak, és korán hozzá is ment. Három gyermekük született. Férje és ketten a kicsik közül meghaltak egy járványban. Egy lánya maradt életben, aki Ferences apáca lett, és egy zárdában élt. Ő maga templom tisztaságú szép házában és kertjében szorgoskodott. Reggelente templomba ment, ahol oltár díszített, ha kellett, takarított. Emellett a nagy család is mindig számíthatott rá, ha valaki beteg lett, ápolta, ha nagymosásba kezdtünk, ott volt. Amikor a szüleink elutaztak a nyírségbe almáért vagy bárhová, ő vigyázott ránk. Mindig nagyon vártuk, mert azt főzött, amit kértünk. Mesélt, játszott velünk. Egy kifúrt tojásból játékmadarat csinált, amit egy madzaggal az ajtókilincshez és a lámpabúrához kötött. Nyitogattuk az ajtót, és a madár felleszállt. Julianna napon ma is emlegetem a csodás női szeszély süteményét. A lánya ritkán jött haza, ma is emlékszem, futott felém lebegő fátyollal. Békés élete már akkor felbojdult, amikor lakókat akartak tenni a házába. Összeült a válságstáb, és döntött. Nagymama hozzá költözik, mi pedig az öreg házba. Végül teljesen feleslegesnek bizonyult a felfordulás, mert Julkát elvitték a barátokkal. Minket pedig kitoloncoltak a pusztára nem sikerült a mentési akció. 1950. június 19-től augusztus 5-ig folyt a kihallgatása. Azt szerették volna beismertetni vele, hogy az összeesküvésen kívül orgiázott a barátokkal. Ezután jött kis tarcsa, ahol vart, hímezett és imakört szervezett. Három év múlva szeptember 4-én szabadult. Nyolcadikán már Mária Besnyőn a búcsún adtunk hálát a szabadulásunkért, és imádkoztunk a barátok szabadon bocsátásáért. Ő maga soha nem beszélt a vallatásról, az a nő mesélt róla, aki vele volt. Nem részletezem, a poklok poklát élte át. Mi sírzen, Atya? Kistarcsa 56 után bánott falva lett. Az 53-ban elárvult fegyintézetet hamarosan feltöltötték. Azt is mondták, aki oda került, az volt biztonságban a pufajkások túlkapásai ellen. Eközben rémtörténetekről is suttogtak, amelyek igaznak bizonyultak. Kistarcsan rabosítottak konok munkásokat, nagyszájú parasztokat, megtévett elftársakat, diákokat, és természetesen papokat. Az sem volt újdonság, hogy aki vállalkozott az együttműködésre, annak szabadulást ígértek. Akit nem fosztottak meg a szabadságától, elképzelni nem tudja, mit jelent a szeretteitől távol, rettegve élni. Aki megtört Kistarcsán és belement a játékba, nagy árat fizetett. Aki nem, még nagyobbat. Tönkretett életek, nagyon csapott egzisztenciák tárháza a történetük. Ha egy pap misét mondott a forradalom áldozataiért, az már elég volt a letartóztatására. Hiába mentegetőzött, hogy minden áldozatért imádkozott, nem számított. Eleve bűn volt papnak lenni. Ha népszerű volt, megölték, mint a fiatal Brenner Jánost. Közvetve a biztonságosnak ítélt internálás is halálos kimenetelű lehetett. Ismertem egy papot, bátor ember volt. A legfélelmetesebb időkben döntött a papság mellett. Próbálták, de nem tudták lebeszélni róla. Lelkesen üdvözölte Mincenti szabadulását, a főpap ártatlanságát hangoztatva. Természetesen letartóztatták. Kis tartsán találkozott a híveivel. Az egyik mondta el, mit műveltek vele. Ő maga nem beszélt a rabsága éveiről. Az új garnitúra már nem csak a vesét, a lelket is rugdosta. Fekete misére akarták rávenni a katolikus papot, aki tiltakozott. Misézzen, atya, majd mi imádkozunk magáért, mondta egy idős paraszt. Képtelen vagyok leírni, mit műveltek vele. Annyit tudott menteni a helyzeten, hogy a mise liturgia szövege helyett Vergiliusztól idézett. Utána a körmenetet akartak profanizálni, de a rabok nem mozdultak meg, így az elmaradt. Szabadulása után a szószoros értelmében végigkergették az országon. Rövid élete végén még templomot épített. A nóta szerint a pécskai cigányvajda haldokló fia azt kérte az apjától, hogy temessék el vele a hegedűjét. A pap gyakran dúdolta ezt a részletet: Megbocsátja a jóisten, tudom minden bűnöm, ha a legszebb nótáját, majd én elhegedülöm. Egy összeesküvés margójára. Egy határmenti osztrák városban tartottam egyszer egy előadást. Tudtam, onnan is sokan megjárták a munkatáborokat, egy filmet is levetítettünk. Közben felfedeztem valakit, akit már más városokban is láttam hasonló programokon. Az előadás után búcsúcsókot akartam váltani vele, és megköszönni a lankadatlan érdeklődését. De eltűnt. Ám kaptam egy könyvet, Túléltem címmel. Hazafele a hosszú vonatúton elkezdtem olvasni, és úgy belefeledkeztem, hogy majdnem kihúztak a rendezőpályaudvarra. Érdekelni kezdett az a koncepciós per, amelybe a szerzőt, az egykori pedagógiai főiskolás lányt belekeverték. Már csak azért is, mert ebből az ügyből kifolyólag a mi táborunkba is került delikvens. Az összeesküvés aktája vastag volt. Fantáziátlan, primitív blődtségek tárháza tárult elé. Az összes kellék adva volt az összeesküvéshez. Közel az osztrák-jugoszláv határ, Tito a láncos kutya pedig meg akar bennünket támadni, és küldözgeti a kémeket nyakra főre. Természetesen a magyar oldalon megbúvó kis falucska is ontja a hazaáruló összekötőket, már csak ki kell választani a legveszélyesebbeket. Nem egy kalandvágyó ifjú lesz a főhős, hanem egy naív, talpig becsületes mezőőr, azaz csősz. Írni, olvasni alig tud, küzd a létfenntartásáért, szegény, mint a templomegere. Ám egy nap rámosolyog a szerencse. Rábíznak egy hátizsákot, hogy majd jön érte valaki, neki csak el kell rejtenie. Ő ezt meg is teszi, aki pedig később megjön a zsákért, búsásan meg is jutalmazza. A csősz otthon boldogan meséli el a jó hírt. Még a boldban is eldicsekszik, és kedvére vásárol. A dolog többször is megismétlődik, mire egyszer csak a bagoly várban a szombathelyi ávósoknál találja magát. Ott aztán szembesítik a bűntársaival, miközben neki fogalma sincs, mi történik vele. A történetet olvasva a 28. kihallgatásig bírtam Cérnával, aztán besokaltam. Mindent bevallott szegény. A fele is elég lett volna a legsúlyosabb ítélethez, csak hogy a vallomását még így sem fogadták el. Hogy mivel telt el a két kihallgatás közötti idő, nem nehéz kitalálni. Ígértek fűt fát az ártatlannak. Mégis halára ítélték aznap reggel, mikor ki akarták végezni, holtan találták. Szörnyet halt. Belehalt a gondolatba, hogy felkötik. Kitelepítés Kitiltás. A regnáló hatalom hamar feleszmélt, hogy a munkatáborok ráfizetésesek. Gondoskodni kellett a páriák őrzéséről, elhelyezéséről és élelmezéséről is. A gyerekek iskoláztatása és az idősek ellátása sem volt problémamentes. A cél azonban mindig az üres ingatlan volt. Később új ötletet eszeltek ki az ingó és ingatlan vagyonok eltulajdonítására. Egy kulák családot köteleztek az osztály idegenek elszállásolására, gondolva, hogy majd egymásnak esnek. Nem így történt. Egyre több emlékmű bizonyítja, hogy az üldözötteket részvét és segítőkészség fogadta. A kitelepítések első nagy hulláma 1951. májusában Budapesten zajlott. A Rózsadombon káderdűlőnek hívják ma is azt az utcát, ahonnan kivétel nélkül mindenkit teherautóra pakoltak, mert kellettek a villák az új elitnek. Azután következtek az iparosodó városok, Miskolc, Várpalota és a többi, ahonnan az értelmiséget a régi hatalom kiszolgálóit távolították el. Általában Szabolcs, Békés és Szolnok megye volt az úti cél. Az áldozatok órák alatt vesztették el egy életmunkájának eredményét. Egyéni tragédiájukról mesélt egy békés megyébe kiebrudalt asszony. Miután megérkeztek a kijelölt helyre, csak egy pajtában kaptak helyet, mert a házban már volt egy család. Fiatalok voltak, a férjével és az édesanyjával vackoltak be a hideg, nyírkos melléképületbe. Az édesapját hordágyon egy otthonba vitték meghalni. Munkát csak nagy nehezen kapott a férje. Amikor ráeszmélt, hogy várandós, az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta. De akkor mi lesz anyuval? Tette fel a kérdést magának. Elment egy orvoshoz, aki megsajnálta és segített rajta, vállalva a következményeket. Ám egy következményre egyikük sem számított. Nem lehetett többé gyereke. 56-ban elhagyta az országot. 80 on túl mesélte el, hogy sokáig gyereksírásra ébredt. Félálomban kereste, hol van a gyermeke. Azután már csak azt szerette volna tudni, fiú lehetett vagy lány. Néha levelet írt neki, hogy bocsássa meg, amiért megölte. A másik történetet egy szarvas melletti tanyára telepített katonatiszt fiától hallottam. Szerencsések voltak, mesélte, mert a gazda csak nyáron volt velük. Télen rájuk bízta a jószágot. Az édesanyja vart, segített a tanyákon lakó lányoknak, asszonyoknak. Ő maga pedig térdig sárban járt iskolába és kenyérért. Útközben egy idős asszony intett feléje, vegyen neki cigarettát. Amikor a sár miatt már nem tudott útra kelni, otthon maradt. Aztán legközelebb ismét nézte, ki jöne az idős néni az útra, hogy pénzt adjon cigarettára. Nem jött ki, öngyilkos lett. A nyilas terror túlélte, ezt már nem. Rá is emlékeztünk, amikor az emlékművet felavattuk. Ha a tanyák mesélni tudnának, de sokat le is bontottak már. Az emlékük mégis él. Bebádogoznak minden ablakot. Börtönvilág. Tollas Tibor szívszorító verse eszembe juttatja azokat, akik a büntetésnek ezt a szörnyű változatát nyögték évekig. Az életből csak ennyi maradt. Csillagos ég, tenyérnyi napsugár, és elvették ezt is. A tenyérnyi napot. Bebádogoztak minden ablakot. Tizen fekszünk egy fullasztó szűk lyukba. A szánk kapkodja be a levegőt. A váci börtön ablakait bádogozták be, hogy ne láthassanak ki a rabok. A vallatási, kihallgatási időszak után az első hónapokban szanatóriumnak bizonyult a börtön, de nem sokáig. Számtalan verzióját találták ki a vegzálásnak, mégis az Andrási út 60-ban átéltek után mindez elviselhetőnek tűnt. Vácra kerültek a ferencesek is. A hozzátartozóik semmit nem tudtak róluk. Gombüzemben dolgoztak, és ez valamelyest enyhítette a bezártság érzetét. Egy alkalommal felbolygatta a börtön életét egy rab, aki megszökött a szenes autó alatt. A parancsnok tajtékzott. Ki és mit tudott a szökevény tervéről? Száz Béla írja. Egy 25-26 éves fiatalember került a parancsnok elé. Apát foglalkozása? Földműves. Hány holdja volt? Három. Mi a foglalkozásod? Ferences szerzetes. A börtönparancsnok egy ideig tanács talanul meredt a Ferencesre, aztán rikácsolva üvöltötte. Vett tudomásul, itt én vagyok az Isten, én vagyok Lucifer. Bármikor bárki került eléje, elfúló hango örökte, itt én vagyok az Isten, én vagyok Lucifer. Aztán újra erőt gyűjtött, és kurta szónoklatot intézett mindenkihez. Neki joga van bennünket felköttetni, bármikor felkoncoltatni. Családtagjainkat is börtönbe vetheti. Ehhez tartsuk hát magunkat. 1956-ban kinyíltak a börtönkapui. Sokan disszédáltak, akik maradtak, Többen visszakerültek. A hatvani Ferenceseket nem zárták be újra, de a rendbe sem mehettek. Megszabott létszámmal működhettek, várniuk kellett. Munkát nem kaptak könnyen. Géza és András atya egy gyárba helyezkedett el. Aurél atya Esztergomban, a Frankában, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban lett prefektus. Később oda került Géza és András atya is. Utóbbi 28 évig esztergályosként dolgozott, és várt. Rafael atya valahol a Váci raptemetőben akkor már örök álmát aludta. 1990. június 19-én zsúfolásig megtelt az új hatvani Ferences templom. Lelki füleimmel a kórusról apám gyönyörű baritonját hallottam. Dicsői téged, nagy égi teremtőnk! zúgott az orgona, és az ajtóban megállt a három barát. Felálltunk, és a sírtunk. Tedeum, győztek. Ha nem vigyáztok, az egész világon bebádogoznak minden ablakot. Miklós és Éva Eszembe jutott egy szerelmes történet. A lány Éva éppen a pedagógiai főiskolára jelentkezett. Amikor egy vasárnap délelőtt fellibegett a templom kórusára énekelni, az orgonánál egy csinos, ismeretlen fiatalember ült. Ő rámosolygott. Igen, szerelem volt első látásra. Miklós orvostan hallgató volt Pesten, Évát pedig a főiskola várta Szegeden. Éva vérszerinti apja Pesten élt, ő maga a nevelőapjával, anyjával és a két öccsével Szegeden. Miklós annak rendje és módja szerint elindult hozzájuk bemutatkozni. Ám a lakás ajtaját akkor már lepecsételve találta. Elvitték őket az éjjel, mondta a házmester. Hová? Miért? A világ legfeleslegesebb kérdései voltak ezek. Éva azonban titokban levelet küldött. Leírta, hogy ebesen vannak, és megkérte Miklóst, keresse meg az apját Pesten, hát ha ő tud segíteni. Az apa finoman szólva is baloldali kötődésű volt, nem igazán lelkesedett az ötletért, de legalább megígérte. Az ebesi tábor pockosnak becézett épületébe szállásolták előket, ahol hemzsegtek a pockok. Lágerkörülmények, kétségbeesés ez volt a módi. Éva reménykedett, és nem hiába. A maga apja van Pesten? kérdezte a parancsnok. Igen, akkor szabadul. Kapkodva szedett össze neki a család néhány ruhaneműt, és már tuszkolták is kifelé, még mielőtt meggondolja magát a rabiátus tábor réme. Éva tanácstalanul ácsorgott az állomáson. Szabad lett, de hová menjen? És akkor, mint a mesében, ott termett Miklós. Abban bíztak, hogy igazoltatás nélkül Pestre érnek. Sikerült nekik. A lány Miklós szüleinél kapott menedéket, mert az apja pozíciója nem engedte, hogy egy internáltat befogadjon. Egy kis kápolnában tartották az esküvőt. Mindketten sírtak. Az egyetem befejezése után Miklóst egy bihari kisváros kórházába helyezték. Úgy érezték, tiszta lappal kezdhetnek új életet. A helyiek hamar megszerették a fiatal orvost. A párnak egymás után születtek a lányaik, takaros kis lakásuk volt, boldogok voltak. Közben Éva családja még a táborban senyvedett, de azt írták, megvannak. Ám jött 56. Miklóst valamilyen bizottságba delegálták. Az igazgató még biztatta is, menjen csak, Ugyanez az igazgató aztán november 4 -e után azonnali hatállal elbocsátotta. Újra Pestre kerültek. Egy rokon diszidálása után annak üres lakásába költöztek. Miklós a mentőknél kapott állást. Már-már megnyugodtak volna, amikor váratlanul megjelent két pufajkás, és elvitte Miklóst. Ellenforradalmi tevékenységéért perbefogták. Első fokon kilenc évet kapott, amit aztán hat évre mérsékeltek. Éva hiába keresett munkát, nem vették fel sehova. Egy maszek műhelyben alkalmazták végül, ahol kézzel sálakat festett. Néha a postaládában pélelt borítékot talált, ami életmentő volt. Jött a végrehajtó, és másodszor is elkobozták a vagyonát. A gyerekeket nem vitte a börtönbe. A kicsik úgy tudták, apjuk messze földön gyógyít. 63-ban az amnestia idején csengettek, és az ajtóban sápadtan soványan, egy hátizsákkal a vállán, ott állt a világ legjobb embere. Ültünk egy Dunaparti kis nyaraló udvarán, és hallgattunk. Felettünk a bambusznád levelei zizektek, alattunk a Duna fecsegett. Azt mondták, ej de kár! Lepecsételt otthonok, megpecsételt sorsok címmel, Éva megírta az életük történetét. Unokáinak és nekünk, hogy emlékezzünk. Aztán jött egy e-mail. Éva az éjjel elment. Nincs tovább. Miklós. Néhány hét múlva ő is elment. Ahol örök hűséget esküdtek egymásnak, annak a templomnak a kriptájában nyugszanak. Filemon és Baucis. Tükörélmények Egy hatalmas tükör két oldalán álltunk. Egyik oldalon mi, akik a társadalom szerkezeti átalakítása és egy hamis ideológia miatt szenvedtünk, a másik oldalon azok, akik azt hitték, nyertesek. Népnyúzók kontra nép. A romokba heverő ország, a jóvátételi teher, a szétrabolt üzemek, a műveletlen földek, a működésképtelen intézmények óriási feladat elé állították a vezetőket. Ilyen csőd tömeget szolgaian másolt idegen módszerekkel kezelni életveszélyes. Nem is sikerült. A villamosítás célzó magyar guelró terv és a falvakban kigyulladó villanyfény, a mély szegénység felszámolására tett kísérletek ideig óráig elhitették az emberek egy részével, hogy itt a Kánoán. Kánoán azonban nincs. Sehol. A közbiztonság helyreállítását azzal kezdték, hogy jobbik esetben eltávolították a régi rendőreit, vagy éppen lecsukták őket. Ugyanez volt a helyzet a közigazgatásban, az oktatásban, és szinte mindenütt. Közben folyt a bűnbak keresés. Minden hiánycik lett. A hivatalokban nem volt papír. A földhöz jutottaknak nem volt gépük, igavonó állatuk. Nem volt termelés, nem volt élelem, nem volt semmi. Talán csak lelkesedés, amit aztán a fekete autók és a csengő frász elmosott. A félelem lett az úr. 800 ezerre tehető a valamilyen hatósági eljárás alá vont személyek száma. Ugyanakkor a három millió koldus eltűnt. Felszívta őket az ipar, a gyárak, az üzemek. A gyerekek iskolába jártak, az ifjúsági mozgalmak fénykorukat érték. A fényes szelek nemzedéke ma is nosztalgiával emlékszik ezekre az időkre. Így hát a tükör két oldalán mást láttunk. És ez ma sincs másként. A hetvenes években fiatalok voltunk, boldogok akartunk lenni, és a magunk módján azok is voltunk. Csak hogy kidurrant a lufi. Azóta egyfolytában megszorítanak, mi pedig nem találjuk a helyünket. Nehezen viseljük a létbizonytalanságot, aggódunk a gyerekeinkért, az unokáinkért. A megszépítő messzeség után sóvárgunk. Tehetetlenségünkben egymást marjuk. Kiszenvedett többet címmel vetélkedőt rendezünk a múltunkból. Nem kellene. Titkos lánc nyúl át a földön összekötve, aki jó vigyázzunk erre a láncra, egymásra, és higgyünk a szeretet erejében. Az mindent legyőz. Diák évek, és akkor jött 56. Gimnazista lettem. Atyám Zeus direktívája nyomán latinos osztályba kerültem, hiszen az általános műveltséghez kell a latin. Az osztály reakciós palánták gyülekezete volt. Esténként a hideg konyhában, vasutas bundába burkolózva bifláztam a memoritereket, és dühöngtem. Októberben a rajk temetés, a gerőszózat, a rádió mellé ültette apámot. A tanárok tanítani próbáltak, de az események felpörögtek. Egyetemisták jöttek, lelkesen szónokoltak, és én is lelkes lettem. Kivegye le a tábla felett ékeskedő címert. Rám szavaztak felálltam a székre, és teljes erőmből a földhöz vágtam. Akkor lépett be Miki, a matek tanár, aki civilben jezsuita volt. Rám nézett, óra végén takarítsák el ezt a szemetet, mondta, és a két ismeretlenes egyenleteivel szórakoztatott bennünket. A kastély előtt kokárdát osztottak, rögtön fel is tettük. Délutára felvonulást terveztünk, ám apám lehűtött. Nem megy sehová. És kulcsra zárta az ajtót. Bőgtem. Szigorítottban duzzogtam otthon. Reggelente apám kísért az agyva hídig, és megvárta, míg elnyel a kastély. Délben nagyapa várt, nem volt menekvés. Pedig Mariékkal diszidálni akartam. Egy este recskirabok jöttek apámhoz. Az ítélkezés az Isten kompetenciája. Mondta, és nem ment sehova. Gyáva dühöngtem. November 4 reggel a hídnál orosz katonák álltak. Vedd le a Nem veszem. Levette ő. Gyáva, gyáva vagy. Jegyezd meg, inkább öt percig legyél gyáva, mint egy életen át hősi halott. Megjegyeztem. Korábban hazakültek bennünket, fásultam, bandukoltam az úton. A híd lábánál egy orosz katona ácsorgott. Eljött az én időm, gondoltam. Elé és rányújtottam a nyelvem. Biztos lelő, és én hős leszek. Be! A katona szétnézett, és ő is rám nyújtotta a nyelvét. Nevettünk felszabadultan. Előkapartam a zsíros kenyeremet, és nekiadtam. Megint szétnézett, és pillanatok alatt eltűntette. Grisa mutatott magára. Hazamentem. Tavasszal a csupa virág zagyvaparton felfogtam, hogy a béke gyönyörű. Apámnak és Grisának köszönhetem, hogy megértettem. hosszú copfos barna lány. Mármint én. Belejöttem az emlékek írásába, mint kiskutya az ugatásba. Eszembe jutott egy régi-régi történet. Nyaranta egy gyöngyös környéki kis faluban pihentem ki a tanév fáradalmait. A barátnő még hívtak, én meg örömmel mentem. Szerettem a falu estike illatú kis állomását. Rácsodálkoztam mindenre. Amikor már harmadikos gimnazista voltam, bálba is mehettem. A barátnőm varrónőnek tanult, és ócska anyagokból csodákat vart nekem. A bálozók már javában táncoltak, amikor megjelentem. A zenekar rázendített a copfos nótára, a fiúk pedig megállás nélkül táncoltattak. Egyikük a kelleténél gyakrabban kért fel, és megkérdezte, haza kísérhet-e. Rákérdezett, mik a terveim. Mik lennének? Tanulok, meg tanulok, aztán veszek egy nagy bőröndöt, és bejárom a világot. Nem leszek a tündér. Elköszöntünk, részemről a fákjás menet. Reggel a barátnőm édesanyja azzal fogadott, hogy a lovagom anyukája érdeklődött utánam. Vigyáz, mert ez egy tragikus sorsú család. A fiúk is megsínlették a családi drámát gazdag kulákok voltak, és a TSC szervezése folytán elvették a földjüket és mindenüket, ahogy az annak idején szokás volt. Az asszony és a férje elhatározták, hogy öngyilkosak lesznek. Amikor a férj felakasztotta magát, a felesége sokkot kapott, és elrohant. A két fiú reggel kereste őket, ők találták meg az istálóban az apjukat. Az anyjuk valahol a határban kóborolt, tébolyultan. Az udvarlóm évek múltán is érdeklődött a barátnőmtől, a hosszú copfos barna lány után. Hol van már az a fiú? Bál sincs mostanság, kihal a falucska. Csak én nosztalgiázom. Néha. Mondjátok meg Mustafának. Hideg volt és december. A kisváros mozia előtt fagyoskodtam, néztem a filmek előzetesét. A vitrin üvegén át láttam, hogy valaki áll mögöttem. Nem mertem megfordulni, attól féltem a látomás elillan. Ő sem mozdult. Aztán csak rászántam magam, és nem bántam meg. Mint akit megbabonáztak, mint akibe a villám csapott, azt éreztem, ő az, ő, az első szerelem. Igen, a szép Mustafa volt az. Egy egyiptomi diák, aki az agráron tanult, és a városunk tangazdaságában volt gyakorlaton. Megfogta a kezem, és elindultunk valahova. Egész este bolyongtunk és hallgattunk. Nem éreztem a hideget, csak azt, hogy ez maga a mennyország. Igen, biztos ez a szerelem, gondoltam. Nem láttam, nem hallottam semmit. Minden mozdulatomban, gondolatomban ő volt. Lett is ribillió, raportra hívott a gimnázium igazgatója, de engem ez cseppet sem érdekelt. Mi csak andalogtunk, és a kis templom előtt ácsorogtunk órákig. Kudarcra voltunk ítélve, tökéletesen tudtuk, és mégis. Volt néhány szép hónapunk. Apámat megfenyegették, ha tovább folytatom a léezont, baj lesz. Nem értettem semmit. Kinek árthatunk? Államtitkot nem árulok a gyékényen. Mégis megkaptam a napi parancsot elbúcsúzni. Még új udvarlóról is gondoskodtak. Egy ünnepségem vele vittem a zászlót, hogy demonstráljam megtérésemet. Félelmetes volt. Ültünk Mustafával egy hatalmas fa alatt, és elköszöntem tőle. Ő sírt, én nem. Ford bennem a düh, hogy egy láthatatlan hatalom játékszere vagyok. Amikor hazament, abban a tudatban, hogy én mást találtam, nem búcsúzhattam el tőle. Érzelemsivár periódusaimban mindig hozzá menekültem. A napokban a kis templom előtt mentem el. Megtorpantam, becsuktam a szemem, és éreztem, Mustafa megsimogatja az arcom fél évszázad múltán újra átéltem azt a soha többé meg nem tapasztalt gyengétséget, amit elveszítettem. Ha találkoztok vele, mondjátok meg neki, hogy abban az álszent világban nem tehettem mást. Mondjátok meg Mustafának, hogy ő volt a legkedvesebb, a legjobb a világon. Én pedig gyáva voltam, megbűhődtem, és mégis mozog a föld. Zuhanó repülőben nincs ateista. Nem tudom már ki és mikor mondta ezt, de összerezzentem. A harmadik tanév végén összeült a diákok nagy népi hurája parlamentje, hogy a nyáron dolgozni akarunk. Ehhez meg kellett győzni az ősöket, akik egyöntetűen ellenálltak. De aztán addig agitáltuk őket, hogy végül engedtek az erőszaknak. A konzervgyárba vettek fel bennünket, egy hónapra. Nem tudtuk, hogy céltábla leszünk, és a legrettenetesebb melót kapjuk. Köpeny, gumicsizma, a fejünkre valami rémség, úgy néztünk ki, mint a marslakók. Uborkát válogattunk és raktuk az üvegekbe. Közben sóvárogtunk az iskolapad után. Velem szemben egy cigányasszony serénykedett, és folyton azzal idegesített, hogy jósol nekem. Nekem ugyan nem. Nem szabad, azt mondta a lelki atyám. Egyszer aztán leállt a szallag, és elkapta a kezem. Őszinte szörnyülködés ült ki az arcára. Na, mit lát? Ha mindent, mindent. Nem részletezem, de eddig minden úgy lett, ahogy jósolta. Ám az, amiért kétségbe esett, még előttem van. Óriási vizet látok, és egy repülőt, amely a vízbe zuhan, és maga ott van a repülőn. Beszél össze-vissza. Az előbb azt mondta, hogy sokáig fogok élni, most meg azzal jogat, hogy lezuhan velem a repülő. Eddig, ha repültem, alkudoztam a teremtővel, hogy még ne, ha lehet. Uram, jöjj, légy segítségemre, kezdem ma is a zsolosmát. Aztán, amikor lenézek a nagy kékségre, eszembe jut a jóslat. Egyszer Moszkvába utaztam, amikor a tranzitban egy mongol leszólított. Gyere, meghívlak egy vodkára. Á, dehogy. Tanuld meg, mielőtt repülsz, mindig így áll. És búcsúzz el az anyaföltől. A épségben lehuppansz, megint így áll, hogy megúsztad. Uámbától reptere lezuhant repülőkkel van körberakva. És vigyorgott. Aztán ittunk. Ősszel tervezek egy repülőutat. Természetesen tenger felett a csoda vitte volna el azt a jós nőt. Minden esetre inni fogok. Sírások hadrendben Apám nevezte sírásónak azokat, akik aktív részvételükkel hozzájárultak a vasutasok pokoljárásához. Nem átkozódott, nem is bántotta őket. Egyszerűen sírások voltak a szemében. Én persze gyerekként nem értettem, hogyan lehet valaki vasutas egyenruhában sírásó. Majd meg tudod, mondta Apám, és ezzel be is fejezte a felvilágosítást. Talán nem is emlékeznék rá, ha nem játszott volna szerepet a mindennapjaimban. A vasúti sportpályára jártam edzésre. Egyszer egy helyes fiú megvárt az utcasarkon, felültetett a biciklije vázára, és írít tekintetek kíséretében suhantam vele a messze lévő pályára. Sírásó fia! Csak a sarokig hozhat. És nem volt a pelláta. Általánosba lányosztályba jártam. A névsorban általában az első és az utolsó került, mindig szorult helyzetbe, amikor a tanár felcsapta a naplót. Sors közösség majd barátság szövődött közöttünk azzal a lányjal, aki az első volt a névsorban. Én voltam az utolsó. A gimnáziumban ugyanez volt az ábra. Osztálytársnőm reggelente megvárta a vasúti híd lábánál, az úton pedig fújtuk a memoritereket. Tanítás után is együtt baktattunk át a városon. Gyere el egyszer hozzánk mondta. Megkérdezem, mehetek-e? Oda nem megy. Azt javasoltam neki, jöjjön ő, de őt sem engedték. Mi a bajuk ezeknek? méltatlankodtunk. Sírásó. A későbbiekben a férjeink nem szívelték egymást, ezért lassan eltávolodtunk. Néha megittunk egy kávét, beszélgettünk, semmi egyéb. 1990 után egy kutató barátom a kezembe nyomta apámék aktáját. Az aláírók a barátnőm apja és a biciklis lovagom apja voltak. Napokig tipróttam, mit tegyek. Végül elvittem egykori osztálytársnőmhöz az aktákat, és szó letettem elé. Elsápott. Valami eltört benne is, bennem is. Az apja elköltözött. Tudta, hogy tudom. Azóta a barátnőm is meghalt. Én bóklászom a temetőben. Árulóknak nincs bocsánat. Nekem marad a leírhatatlan fájdalom. Miért? Partizán ballada Amely egyben majdnem az én balladám is lett. Szépek voltak a gimnáziumi évek. Másodikban koedukáltak bennünket. Nem örültünk, de megpróbáltuk elviselni a fiúkat, ők meg bennünket. Az alvégen jó kis csapatunk volt, a négyek bandája. Hárman garantáltan priuszosok, a negyedik pedig valahogy kibírt bennünket. Giza apja lefokozott, klerikális bérnök volt. Ági apja börtönbe halt meg, én magam pedig vertem a mezőnyt, mint töltelék. Mindig vihogtunk. Volt is min. Ám a botrány ettől a reakciós bagástól függetlenül tört ki. Tanítás végeztével kitárult a nagy kapu, mi meg zódultunk kifelé. Kivéve, ha ott kellett maradni énekkari próbára. A tanárunk örömmel újságolta, hogy hű, de nagy megtiszteltetés ér bennünket, valami nagyvárosi akármin mi fogunk énekelni. A fiúk hátul alkották a zümbögő kórust, előttük a lányok a sirató asszonyok szerepében keseregtek, előre kilépve pedig én voltam a szólista. Csapájev partizán hős balladáját voltunk hivatottak előadni. Teljes harci díszben felsorakoztunk a színpad előtti lövészárokban. A fiúk zümmögtek, ahogy kell, és a lányok is belevágtak. Őszi záporok hullnak, jajgat a szél. Itt már nagyon szomorú képet kellett vágni. És akkor az osztályunk ügyeletes bohóca műzokogásba kezdett a sírató asszonyok meg vigyorogni. Itt jöttem volna én, de már rászkódtam a röhögéstől. Holt a hő -hő hős, de az emléke itt él. <laughs> Gabi belecsapott a harmonikába, de nem tudta menteni a helyzetet. Éjszaka lidérceset álmodtam, reggel az osztályban pedig halálos csend fogadott. Jött a pedellus. No kérem, Zsákai, az igazgató úrhoz. Ki meg? Mindenki. Jelentkezzen, ha eszébe jut. Soha, gondoltam. Az osztályba érve hátba vágtam a bohóckodó pojácát, aki jobban meg volt szeppenve, mint én. X-es gyerek. Pipiske, drága osztályfőnökünk, lealkutta a büntetést osztályfőnöki intőre. Kollektíve. Éjjel anyám írta alá az intőt. Ezzel a szólista karrierem egyszer s mindenkorra Véget ért. A ballagás, majd az érettségi vizsgák után jött a kérdés, hogyan tovább. Mivel az újságíró fakultás megszűnt, okafogyottá váltak a szándékaim. Egyébként is őseim azt mondták, rendes diplomát kell szereznem, mert ha firkász leszek, frenetikus igazságérzetem miatt előbb-utóbb lecsuknak. Elkezdődött hát az iszabb Mi az, hogy rendes diploma? Családunk néhány pedagógusa úgy vélte, van érzékem a neveléshez. Egy benfentesünk, egy ügyész erre közölte, az én esetemben egyetemről szó sem lehet. De még a főiskolák is megkapják a jelzést az senkit nem érdekelt, hogy én mit szeretnék. A reál tárgyakhoz süket voltam. Gyakorlati készségem egyenlő volt a nullával. Így szűkült a kör. Írni, olvasni, fordítani szerettem. A jó anyám által kijelölt munkákat rendre nem végeztem el, mert mindig belefeledkeztem egy könyvbe. Akkor tájt éppen a zenvallást tanulmányoztam, és bőszítettem vele családom normális tagjait. Összeolvas minden hülyeséget, és lusta, mint a szamár. Méla undorral és bosszút forralva mentem felvételizni a tanítóképzőbe. Arra a kérdésre, hogy miért akarok tanító lenni, kérdéssel feleltem. Ki mondta, hogy akarok? Ezzel a pimassággal szereztem magamnak egy fő ellenséget, akit Horger Misának hívtam később. Az orosz felvételén elbűvöltem egy másik tanárt, Szimját, aki azt mondta, aki anyagint fújja, azt fel kell venni felvettek. Kollégista lettem, amit nehezen bírtam ki. Néhány emlékezetes botrány után édes jó anyám kétségbe esetten kérdezte. Tényleg kicsapnak? Nyugi, nincs olyan szerencsém. Volt egyszer egy hadnagyocska. A havas táj a meleg vonatból szép volt. Apám révén első osztályon utaztam. Pedagógia szigorlat előtt álltam, a Makarenko féle huszonakárány büntetési pontot be kellett biflázni. Szinte üres volt a kocsi. A kis asztalra kiraktam a könyvem, meg a tulipán fedő nevű repi cigarettámat a japán öngyújtóval, és nekifohászkodtam a magolásnak. Ám az ajtó kinyílt, és egy snajdig fiatal katonatiszt mosolygott be. Szabad? Tényleg tanulni akartam, és még az uniformis fóbiám is tiltakozott. Ő azonban kipakolta a saját tulipán cigarettáját, és rendezgetni kezdett. Azonnal a lényegre tért, mondván, meghív egy rendezvényre a tiszti klubban. Védekező mechanizmusként megfordítottam a pecsétgyűrűmet, és az orra alá dugtam. Ami így jegygyűrűnek látszott. Bocsánat. De nem hagyott békén. Aztán egy ismerős kalausz képében beállított az őrangyalom, és hazáig tracsoltunk. Amikor leszálltam, a tiszt utánom szólt. Ha visszanéz, magával megyek. Nem néztem vissza, és megszabadultam tőle. Gondoltam én. Néhány nap múlva a kóterben reggel nagy volt a futkosás, mert valami történt az éjjel. Mit sem sejtve ültem be a nagy előadóba, a filozófia előadásra. Ám kétes Y nevű tanárunk a színei elé rendelt. Volt már hadbíróságon? Történt ugyanis, hogy az éjszaka az én hadnagyom pisztolyt szegezett a portásra, és azzal fenyegette meg, hogy ha nem engedi fel hozzám, szitává lövi. Hogy mi lett szegényjel, egy cseppet sem érdekelt. Akkor. Ám mostanság, hogy leltározom életem eseményeit, eszembe jut. A nevére ma is emlékszem. Botrányhős lettem, és ő is. A snájdik hadnagyocska. egy építőtábor margójára. A kis önkéntes építőtáboraiban a Balaton partján nyaraltunk, grátis. Délelőtt gyümölcsöt szedtünk, kisebb mezőgazdasági munkákat végeztünk, délután irány a tó. Este néha fejtágítás volt, vagy kulturális programok, és közben sok móka. Ugrattuk egymást és másokat. Egy alkalommal szovjet újságíró delegáció érkezett, a táborvezető pedig megkérdezte, volna-e kedvem a talmács tudományomat kipróbálni. Volt. Visszatérve a sátorba, a többiek arról faggattak, mit ettünk. Felsoroltam, ők meg sárgultak az írítségtől. Aztán jött egy kubai delegáció. Ki tud spanyolul? A zsákai, zsákai! Magyarázhattam, hogy egy árvaszót sem tudok spanyolul, ott találtam magam az emelvényen. Ezek a szélhámosok meg majd megfulladtak a rögéstől. Megérkezett két volga, és ahány ajtaja volt, mindből kiugrott egy szakállas kubai. A harmadik miattyánkot mondtam magamban, amikor az egyikük elkapott. Majd megfulladtam, a hátát kopogtattam levegőért. Ilyettemben eszembe jutott a Kuba Si Yenki No szlogen. Augusto aztán el sem engedte a kezem egész este. A tolmácsot dolgoztatta. Lekáderezett rendesen. A búcsú este is meghívott, és örök hűsége jeléül egy gyűrűt húzott az ujjamra. Most érítkedtek igazán a többiek. Otthon atyámat felkészítettem a kubai vő elfogadására. Én már sem minden csodálkozom. Azon sem, ha miatt a törki a következő háború. Jöttek a levelek, és ahogy lenni szokott, később el is maradtak. Spanyolul azóta sem tudok. A szép emlék megmaradt, és a gyűrű is. Fiatal csoportvezető tanárunk megmosolyogtatott bennünket, amikor azt javasolta, legyünk olyan bizalmasak vele, mintha az apánk lenne. Jó szándékú volt, ezért mi is visszafogtuk magunkat. Nekem nem mindig sikerült. Kisebb-nagyobb afférokkal, de csak elteltek az évek, és közeledett az államvizsga. Következett a nagy beszélgetés. Szép leánykáim! Kezdte a tirádát apuka. Vég a jó világnak, meg a nyafogásnak, hogy nem elég meleg a víz esténként. Hamarosan megkapják a kinevezéseket, Isten a möge alsóra meg hegyhátszent pocakosra, ahol a szolgálati lakáshoz egy lavór, kanna, komicizma, meg egy egérfogó tartozik. Engem különösebben nem ijesztett meg, hiszen a csöpp tanyasi iskola melegsége hangulata még élénken élt az emlékeimben. Tényleg egy olyan kis hegyi faluba helyeztek, amiről nem is hallottam. Isten veled újságírás! Akadt azonban egy kis bökkenő. Amikor ügyeletes filoszlovagomnak, akivel partalan vitákat folytattunk a partalan realizmusról, bejelentettem, hogy világgá megyek, közölte: Nem megy sehova, összeházasodunk, és nem helyezhetnek el. Na, erre nem számítottam. De igen, sem rebegtem. Tudod mit? Azért sem kapsz kosarat, döntöttem végül két bőrönt könyvvel elkezdtük a nagybetűs életet. Véget ért életem legszebb, legfelhőtlenebb korszaka, a diák élet. Tanítás Aki azt a bátorságot vette magának, hogy másokat tanítson. Javíthatatlan vagyok, Makarenkót idézem, ami manapság nem módi. Fütyülök rá, nekem fontos. Egy csöpp tanyasi iskolába kerültem, igaz a városunktól alig 5-6 kilométerre, ami akkor és nekem nem volt távolság. Bemutatkozni gyalog indultam körömcipőben. Hősiesen gyalogoltam, ám fél úton a cipő feltörte a lábam. Levetettem. Mezítláb ügettem tovább, még a madár is csak véletlenül repült arra. Megéreckedtem az első házba lábat mosni, majd az iskola felé vettem az irányt. Éppen pótvizsga volt. Csendben leültem. Az első padban egy szeplős kisfiú lóbázta poros lábacskáit. Rám kacsintott, és alig hallhatóan megjegyezte. Jó nő vagy! Az évnyitón egy másik fiú füligérő szájjal, őszi csokorral és cuppanos puszival köszöntött. Itthon vagyok, gondoltam, és a komfort nélküli, részben összevont iskola életem részévé vált. Eszembe jutott Szimjá, aki azzal bocsátott útnak, a nem megyek orosz szakra, a fülemnél fogva ő visz el. Elmentem. Nagy volt az öröm, mert addig a gyerekeknek nem volt orosz tanáruk. Volt egér is, apuka, és minden, amivel biztattál. Tanultam, tanítottam, és elfeledkeztem az újságírásról. Eltelt egy év, amikor remek állásajánlatot kaptam. És én meginoktam. Kigyalogoltam elköszönni. Az óvoda dajká is fakadtak. Ne hagyjon itt bennünket, tanárnéni! Amikor a tanácselnök is elsírta magát, feladtam. Hagyják abba, maradok! Te nem vagy normális, méltatlankodtak a barátaim. Mondtam, hogy az vagyok. A jegenye az iskola udvarán, akkor még fiatal husánk volt. Amikor nyugdíjba mentem, már faóriásként állt. Az én tanszékem. Hét év közlegény státusz után átvettem az iskola vezetését, amely tulajdonképpen a házmesteri, könyvelői és szervezői teendők fedőneve. Abban az évben kiköltöztünk a családommal a komfort nélküli tanyára. Reggelente csata volt a fürdőszobáért. A gyerekek kiabáltak. Hol a tornazsákom, hideg a kakaó? A busz pedig már brummogott. Tíz percem maradt, hogy beleugorjak az innovációs nadrágomba, és futásnak eredjek az iskolába. A takarító néni hol a kéményre, hol a beázásra panaszkodott. Én pedig a hivatalokkal csatáztam, és tanítottam. Délután a saját külön bejáratú gyerekeimet vittem zeneiskolába, tornára. Amíg fejlesztették őket, bevásároltam. Általában. Amikor én és a férjem is tolmácsoltunk, volt, hogy jó anyám szedte össze őket. Nagyon szerettem tanítani, ma is látom az okos kis nebulóimat. Mellesleg kérvényeket is írtam, tanácsot adtam, és megreguláztam a magukról elfeledkezett szülőket, akiket szintén tanítottam. Esténként gyűlések, rendezvények voltak az iskolában. Könyvtár, klub és egyéb foglalkozások. Ma csak csodálkozom, hogy bírtam. A nyár a karbantartás, felújítás ideje volt. Amikor kiköltöztünk, a nyári szünet első hajnalán kintről verték az ablakot. Azt hittem, tűz van. Aratunk, kiabált a brigádvezető. Arassanak, mi közöm hozzá. A tanár úr már mindig. Gondoltuk, most a tanárnéni fog. Felkaptam valamit, és mentem. Megtanultam a búzafajtákat és a mázsálás mikéntjét. Később, amikor a gyerekek már önállósították magukat, jöhetett a másodállás, esti kollégiumi ügyelet, majd éjszakai recepciózás a kastélyszállóban. Kellett a pénz. Elrepült 30 plusz hét év. Nyugdíjba mentem. Két hónapig élveztem a szabadságot, aztán irány Kárpátalja. Két éve aranydiplomás lettem volna, amikor megtudtam, hogy önéletrajzot is kérnek. Közöltem, megfogadtam, hogy a büdös életben több önéletrajzot nem írok. Nem is írtam. A tanítványaim szeretete aranyozza be ma is a napjaimat. Az az én aranydiplomám. És persze összkomfortos lett az iskola és a település is. Egy ember öltőnyi az életemből. Piszkos kommunista Orosz Bérenc Mármint én és most. A 70-es évek elején egy forró nyári délután szokásomhoz híven rohantam valahová, amikor arra lettem figyelmes, hogy oroszul beszél valaki az utcán. Egy öreg bácsi és egy fiatalabb házaspár áldogált tanácstalanul az orosz emlékműnél. Pillanatok alatt döntenem kellett, tovább megyek-e, vagy megszólítom őket. Segíthetek? A fiatalasszony válaszolt. Ukrajnából jöttek, Csernyigov mellől, mert a papa szeretné megtalálni a legkisebb fiasériát. Hol laknak? Majd a vasútállomáson alszunk. Na, akkor most velem jönnek a gyerekekért az oviba, aztán hazamegyünk. Dehogy alszanak az állomáson. Másnap reggel telefonáltam a tanácselnöknek, aki fogadott bennünket. Kivitt a volga a temetőbe ahol több száz síron szinte csak olvashatatlan nevekkel találkoztunk. Reménytelen gondoltam, amikor Danyiló apó felkiáltott. Az emlékművön megtalálta Nikolai fia nevét. Letérdelt, háromszor keresztet vetett, és sírva imádkozott. Mi is sírtunk. Aztán elővette egy zsebkendőt, amiből hazai földet szórta sírra majd előkerült a vodka és a hamuban sült pogácsa. Az apóka kérges kezével megtörölgette a szemét, és azt mondta, most már meghalhat. A következő évben egy csöpp ukrán faluban vendégül láttak. A nénik népviseletben fogadtak. Az egyik megsimogatott. Beszéled a nyelvünket, kedves. Nyírfa levet ittam, és úsztam a nyeszterben. A falucska olyan volt, mintha egy mesekönyv illusztrációja lett volna. Elkísértek Kievig, sokáig integettek az orosz Bérencnek. Becsület. Sárgultak már a levelek. Egyedül ültem Szentkúton, a szabadtéri oltár előtt, és emlékeztem. Gyerekkorom szentkúti élményei felejthetetlenek maradtak. Imádkozol? kérdezte Aurél atya. Nem, nosztalgiázom. Éle még XY? Nem, már meghalt. És képzeld, pap temette. Hála Istennek! A szóban forgó illető aktív éveiben a templomba járókat hajkurázta. Ezt mindketten tudtuk róla. Egy történetet viszont aznap a padon ismertem meg. Aurél atya felidézte, annak idején három szerzetes társával együtt a cellájukban a vádpontokon morfondíroztak. Különösen azt nem értették, hogyan itathatták a vasutasokat, amikor nekik sem igen volt mit inniuk. András atyának viszont egyszer csak eszébe jutott, hogy egy alkalommal találtak egy üveg szilvóriumot. A házfőnök nem volt otthon, egy közelben lakó mozdonyvezető pedig benézett hozzájuk szolgálat után. Gyere, Pista, nincs itthon a cica, cincognak az egerek. És bár több itatás nem volt, az esetet felidézve mindannyian rádöbbentek, hogy XY a hitehagyott kántor is ott volt az eseményen. Megvolt hát az informátor. Amíg élt, ezt nem mondtam el senkinek. Most is csak neked, ez diktálja a becsület. Gyeremet megfázol. Néztem az atya hajlott hátát, és láttam az egyenes gerincét. A temetésén arra gondoltam, nyugodni tért a becsület. Faluna szombaton az én fatornyos kis falumban vendégeskedtem, ahol 37 évig okítottam az ifjúságot. A buszról leszállva az iskoláig mentem volna, de lépte nyomon megállítottak. Nem győztem a kérdésekre válaszolni. Persze lekéstem a megnyitót. Volt tanítványaim, főzőversenyen szorgoskodtak. Bementem az iskolámba, ahol a kézimunka kiállításon a régi postás kisasszony ügyelt annak idején viccből magázódtunk, és ez ma sincs másként. Persze az emlékek előjöttek. Egy alkalommal késett a kisasszony, és én állítólag ráförmettem, hogy nem kellett volna éjfélig a kocsma pultnál könyökölni, időben feltápászkodhatott volna. A septében összeverődött hallgatóság velünk együtt nevetett. A főzőversenyen díjat nyert, Lacika is felemlítette a velem kapcsolatos emlékét. Mégpedig ezt, amikor a Nagy Imre temetésen a disszázad derék vitézeiben gyönyörködve megláttam őt, a nyakába ugrottam. Szegény majdnem frászt kapott, de örült is nekem. Én aztán hamar rájöttem, hogy talán visszafoghattam volna magam, de már késő volt. A parancsnok megkérdezte tőle. Ki volt ez? A tanárnőm, válaszolta, és nem kapott fenyítést. Csak a társai hívták azóta Lacikának. Jó volt visszatérni a régi szép időkbe. Jövőre ugyanitt veletek. Akiknek a főztjét már képtelen voltam megkóstolni, egy adagot lefagyasztottak nekem. A ságváron élő tanítványom mustja is még rám vár. Rájöttem, milyen gazdag vagyok. Állított. Aludni sem tudtam az izgalomtól. Indultam az én szerelmetes pusztámra. A puszta ott kezdődik, ahol én akarom. Pontosabban, amikor meghallom, hogy szól, itt vagyok. Ünneplőbe öltöztettem a lelkem, mint a kis herceg rókája. Hajnalban egy farönkön ülve várom majd, hogy felkeljen a nap, gondoltam. Aztán a legszívesebben leborulnék a földre fenséges, szép magány, és szedek vasvirágot anyám sírjára. A tamariszkusz bokor alján megbúvó fő hadiszállásomra siettem akkoriban imádkozni. Kértem a Jézuskát, hogy hozza ide aput is a táborba. Megállt egy meseautó, kipattan belőle két ávós és egy magas, fekete hajú, bajuszos férfi. Kiugrottam a bokorból, és apu! üvöltéssel odarohantam. A pribékek döbbenten álltak. A férfi lehajolt. Ki vagy te, kis bogár? Ez nem apu, csak hasonlít rá. Pityeregtem. Visszabújtam a bokorba, és itattam az egereket. Este úgy csináltam, mintha aludnék. Nem akartam anyunak mondani semmit. Halk beszédre lettem figyelmes. Anyámmal beszélgetett a magas férfi. Dávid Miklós vagyok. A kislány azt hitte rólam, hogy az édesapja jött meg. Nekem még senki nem mondta, hogy apu. Katonatiszt vagyok, fogságban voltam, nincsen senki. Mondja meg a kislánynak, hogy bármikor megkereshet. Mind a ketten sírtak. Nekem akkor már nem volt könnyem. Amikor szabadultunk, Miklós pakolta a szekérre a motyóinkat. Sokáig integetett a vonat után. Ha bánat ért, Hozzád futottam vígaszért, én pusztám. Adtál vackort, gombát, meg papsajtot, ha éhes voltam. Virágot szedtem, és nyuszikat kergettem. Feleseltem a francia nevelőnővel, és megengedtem lincsinéninek, hogy bozontos hajamat copva fonja. Álmomban mindig futottam a virágos réten hazafelé. Már nem futok, ballagok feléd. Isten szép összeszabdalt homloka. Szeretlek. Találkozások. Több évtizedes szilencium után, 90-ben eufóriával rohantunk a Hortobágyra. Sok mondani valónk volt egymásnak és a világnak. A magyar Szibéria, a magyar gulág egykori rabjai, a telepesek jöttek vissza. Táboronként csoportosultunk. Sokan elmentek már az örök hazába, utódaik jönnek helyettük. A puszta népe akkor tájt emberségből vizsgázott. Kivezényelték őket a marhavagonokban érkező burzujok fogadására, azzal a biztatással, hogy dobálják meg őket paradicsommal, mert miattuk szegények ma is. Nem dobáltak meg senkit. Megosztották velünk, amiük volt. És most együtt emlékeztünk a múltra. Az én első találkozásom egy provokátorral döbbenetes volt. A csárdánál arra lettem figyelmes, hogy valaki előadást tart a helybeli embereknek rólunk. Megjöttek a grófok, nézzétek milyen elegánsak, és micsoda autókkal érkeztek. Ti meg ganajos csizmában, rongyos gatyában itt nyomorogtok azóta is. Oda léptem. Lemossam a csizmájukat? Megtanultam három év alatt. Megfoltozzam a rongyos nadrágjukat? Magának meg betapasszam a száját? Szégyelje magát. Baj van, lépett oda egy sors Erre a provokátor felszívódott, de az én eufóriám elpárolgott. Nyilvánvaló volt a szándék, mint annak idején. Csak hogy ezúttal jobban fájt. Ám ezután megszólított egy elegáns őszhajú úr, és azt kérdezte. Hol voltál? Kónyán. Én is. Ki vagy? Vejter Karcsi. Te pedig zsákai piroska. Megrohantak az emlékek. Egymás nyakába ugrottunk, és az örömtől rázendítettünk a sírásra. Vége hossza nem volt a kérdéseknek. Meg voltam győződve, hogy Karcsiék 56-ban elmentek, hiszen a kúriájukat, a birtokaikat elvették. De nem, itt maradtak. Karcsi állatorvos lett. Megbeszéltük, hogy minden évben itt találkozunk. Aztán a sors közbeszólt. Egy idejében nem kezelt, sztrók után lassan lábadozott. A kútvölgyiben látogattam meg, és ott emlékeztünk. Csodálkozva néztek ránk. Emlékszel, amikor kiszöktünk a csikósokhoz, és lebuktunk? Ajjaj, persze, hogy emlékszem. Mostanság készülök az otthonában meglátogatni. Emlékezünk, amíg csak élünk. Sikanyec. Nem hagyott nyugton az olvashatatlan nevek garmadája a katonai temetőben. A halott katona nem ellenség. Biciklire ültem hát, és az akkori hatvani orosz laktanyát vettem célba. A parancsnoktól két írás tudót kértem, és kaptam. Egy dzsibbe ültünk, és silabizáltuk a neveket naphosszat. Le is gépelték. Küld ki egy folyóiratnak, javasolta a és robbant a bomba. Levelek sokasága érkezett a szerkesztőségbe. A győzelem napi parádé díszvendége voltam Moszkvában. Utána felejthetetlen találkozókon vettem részt a hozzátartozókkal. Közben itthon kaptam egy új jelzőt is. Moszkovita lettem. Nem igazán érdekelt. Jött a szemrehányás is. A magyar katonák sírját a donnál kitérképezi fel azóta megtörtént. Csak el kellett kezdeni. Gyakori látogató voltam a laktanyában, mert a diploma munkám lektorálásához és gépeléséhez segítségre volt szükségem. Nem hazát árultam. Ánya lektorált, gálja gépelt, a fiúk pedig bekötötték. Grátis. Majakovszkijt ajánlotta a referensem. Amikor a biciklim feltűnt a dombon, a katona már nyitotta a nagy kaput, és én szó szerint berepültem. Amikor megszereztem a diplomám, akkor lett ánya férje a Patpákovnyik, és nagy ünnepséget rendeztek a tiszteletünkre. Igen, ők ünnepeltek engem. Soha nem tudtam megköszönni. A hétköznapok egyik története. Egy alkalommal egy egész teherautónyi szenet borított le a tüzép az iskola kapujában. Messze a tárolótól. Zuhogott az eső, én meg kétségbe estem. Hívtam a TS t a magyar laktanyát, de a katonák és az autók valahol gyakorlaton voltak. Hívtam az orosz laktanyát. Most vagy azonnal? kérdezte a parancsnok. Most azonnal? picseregtem. Ott voltak. Amikor elbúcsúztam tőlük, egy marék szibériai diót nyomott a markomba egy asszony. Ha nem voltunk otthon, a kapu tetején átdobták be a komisz kenyeret, és hajtottak tovább. Életem legfinomabb kenyere volt a katonák fekete kenyere. Tudták, hogy szeretem, és ha arra jártak, hoztak nekem. Néha kaviár is volt a barna papírban. Azt jelentette, hogy Félix otthon volt. Ánya a felesége tanárnő volt. A diploma munkámban rengeteget segített. Félix árvaházban nőtt fel, nem ismerte a szüleit háború volt. Ánya is oda került, gyerekként találkoztak. Neki halvány, de annál szörnyűbb emléke volt kicsikorából. A szülei tanítók voltak, kollaboránsnak minősítették, és kivégezték őket. Nagyapja ölében ülve nézte végig. – Gyéduska, meddig hintáznak anyáék? – kérdezte. Aztán a nagyapa is meghalt, és ő árva lett. Két ember élete így kapcsolódott össze. Tavárisi kanyec. Fájt nekem, orosz Bérencnek. A házak letérdeltek. Kárpátaljai árvíz 2001. Naponta kiballagtunk a tiszapartjára. A folyó egyre jobban ostromolta a töltést, Áradt vészesen. Este a karítázban én maradtam egyedül. A kurátor még felszólt. Na, piroska, ússzuk aztat! úszol te! Ne ilyezges, jó? Ferenc atyánk minden rimánkodás ellenére elindult. Egy óra múlva a mobilja már nem felelt. Mint a ketrecbe zárt vad keringtem körbe-körbe. Bementem a kápolnába, de képtelen voltam imádkozni. Nem ment az olvasás sem. Fél álomban félrevert harangszót hallottam, de nem tudtam reagálni. Hajnalban megcsörent a telefon, kábultam vettem fel. Van víz? kérdezte valaki. Kivatorkáltam a konyhába, megnyitottam a csapot, amely csak sziszegett. Nincs! kiabáltam a kagylóba, és dühösen lefeküdtem. Ki az a félnótás, aki hajnalban ilyen hülyeséggel felver? Aztán észhez tértem az árvizet, azt kérdezte, Uramisten, kinéztem az ablakon, ott hömpölygött a tisza. Kirohantam a teraszra, a szomszédház udvarát elöntötte az ár. A tuskót, amelyen a fát vágták, úgy vitte, mint egy pejhet. Egy földkupacon egy kiskutya sírt. Lefutottam a lépcsőn, a földszint vízben állt. A víz tetején egy csecsemő nagyságú játékbaba lebegett. Sikítottam. Csak úgy magamnak. A víz zúgott, morgott, félelmetes volt. Egy asszony kétségbe esetten gázolt a vízben. Nyakában a kisfiú boldogan kiáltott, riba, azaz hal. Pánikba estem. Egy táskába pakoltam az irataimat. Aztán megjelent egy helikopter, piros-fehér-zöld fénycsóvával. Megmenekültem. Kiáltottam fel, majd hirtelen a sarokba húzottam. Istenem! el akartam menekülni. Szégyeltem magam. Patkány a hajóról. Lesz, ami lesz, maradtam. Közben egy két éltű felborult, a kis katonák felkapaszkodtak egy fára. Ma is hallom, ahogy ajgatnak. Nincs tovább, villant az agyamba, és volt tovább. Visszavonult a víz, holdbéli táj maradt utána. Kenyeret, vizet osztottunk. Hamarosan újra soroltak a vetések, kapirgáltak a tyúkok. Az emberek szorgalmasan tettek, vettek. Éltünk. Csak az öreg házak térdeltek le. Nostalgia. Iskolaszag, gyerekzsivaj, csengő. Ez volt az életem. Ilyenkor szeptember elsője előtt még felriadok. Tantárgyfelosztás, tankönyvek, napközis ügyeletek. Aztán magamhoz térek, hogy ez már nem az én gondom. Az első tanévnyitomról most is eszembe jut a csupamosoly kisfiú az őszi rózsával és a cuppanós pusziával. Nagy szájú kritikus kamasz lett, de akkor is szerettem. Tragikus balesetben halt meg Németországban. Egy másik, Tibike, morgós fiú volt, aki nem akart az operaházban Rigolettót nézni és hallgatni velünk. Nyávogás, dohogott még a vonaton is. Megelégeltem, és azt mondtam neki, visszaadom a pénzt az előadás után, ha nem nyeri el a tetszését. Nem kell, morgott, amikor megkérdeztem, adhatom-e a jegy árát. Ő sincs már, Évikém évek múlva lelkesen mesélte, hogy amikor meghallotta Gilda áriáját a rádióban, lelki szemei előtt megjelent az opera színpada. Vittem a lemezjátszónkat az iskolába, a családom nem kis bosszúságára, ott is hagytam napokig. Reggel Mozartot hallgattunk, mert a zene nem csak megnyugtat, hanem inspirál is. Ilonka egy értelmetlen balesetben halt meg. Felkapaszkodott egy teherautóra, és leesett. Tibike kamion elé futott, ma is ott a kereszt az átjárónál. Nagyon megviselt. Roli, a kis cigányom, aki úgy táncolt, hogy minden porcikája mozgott, ki nem állhatta a verseket. Már pedig megtanulod, együtt mondjuk szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, felcsillant a szeme. Hopp, magyar, nem bírtam kinevetés nélkül. Marian anyukája mindig korán ment dolgozni. A kislány mellettem ült az irodában. Tanár néni, ki az a bácsi a képen? Lenin. Jaj, te ronda! Tessék inkább egy csoportképet odarakni. Jobbnak láttam hallgatni. Szervusz, szeptember! Légy jó a gyerekekhez, és vigyázz rájuk! Hajnali meditáció ha nekem valaki azt mondta volna régen, hogy felébredek hajnalban, és nem fordulok a másik oldalamra, kinevettem. Húsz órát tudtam volna egyben aludni. Most meg alvás helyett visz magammal a fantáziám. Ma reggel például azzal szórakoztattam magam, hogy elmegyek innen. A zajos városból egy csendes faluba. Aztán meg el az országból is. Ilyen még nem volt. Amikor a gyerekkori barátnőm diszidált, a naplomban üzentem neki. Mielőtt elment, találkozóra hívott Pesten. Fogalmam sem volt, mire készül. Emlegettük a gyerekéveket, az iskolai dolgainkat. Én már mentem volna haza, de ő egyik presszóból a másikba invitált, szívtuk a cigarettát zsinórban, és még mindig kérlelt maradjak. El nem tudtam képzelni, mi ütött belé. A vonatnál sokáig integetett. Egy hét múlva az apukája csöngetett be hozzám váratlanul. Te tudtad? szegezte nekem a kérdést. Mit kellene tudnom? Zsuzsáék nem jönnek vissza Németországból. És sírt. Nekem a földbe gyökerezett a lábam. Nem tudtam. Apja anyja ugyanabban a betegségben halt meg hamarosan. Azt sem tudtam feldolgozni, hogy volt képes ezt a szegény kis országot elhagyni. És most egy hajnalon arra ébredek, hogy el innen. Mi történt velem? Megbolondultam? Vagy a boszorkány vénám jelez? Valami elpattant bennem. Persze, hogy maradok, mégis. Ma hajnalban új időszámítás kezdődött nekem. Béka lencse. Elsőszülött unokám Dániel, az állatok barátja, vadgazdának tanult a Gödöllői Egyetemen. Pici kora óta a négy lábúakat részesítette előnyben. Egy hűvös októberi estén az apja adott egy ismeretlen mobilszámot, hogy most rögtön hívja fel a drágalátos unokámat. Majd megtudom miért. Ő sík ideg, a telefonban egy csicsergő hangú leányzó értesített, hogy Dani beleesett a kerti tóba. Sem ruhája, sem mobilja, semmilyen nincs. Másnap pedig zárt helyi. Az úttörő feltalálja magát, feldúltam hát a ruhás szekrényt. Találtam egy tűzoltó jackit, pólót, nadrágot, de sapkát nem. Pontosabban volt egy kozák kucsmám, elvittem azt. Az első hévvel érkeztem meg hajnalban felcsörgettem a csicsergőst és mindenkit. Mi történt? Hogy estél bele a tóba? Elmondta, hogy egy süni sírt a sötétben. Ő elindult, hogy megmentse, de a fű meg a békalencse ugyanolyan zöld volt, és a következő percben már nyakig ült a vízben. De kimászott, és magasra tartotta a sünikét. Megmenekült. Minden irata, mobilja, ruhája oda lett. Felvette, amiket vittem, csak a kozák kucsmát nem volt hajlandó a fejére rakni. Elindultam vele megírni a zéhát. De közben még rákiabáltam. Már pedig felrakod a tüsi hajadra, mert felnégyellek. Megnyertem a csatát. Mögötte kellett mennem és figyelni, nem jön valaki. Épületes látvány lehettünk, az egyetemnél elköszöntünk. A béka lencsés ruháit egy sportszatyorba gyömöszöltem, majd felszálltam a hévre aki odaült mellém, gyorsan el is párolgott. Förtelmes bűzt árasztott a csomagom. Otthon kétszer mostam át a holmit, és öblítőben áztattam estig. Hogy miért jutott eszembe a süni kaland? Mert elvégezve az egyetemet rájött, hogy katonának áll. Most hívott, hogy kivezényelik őket a határra. Uram, irgalmaz! Zarándokok Ferences jelölt barátom megkérdezte néhány évvel ezelőtt, volna-e kedvem a be zarándokolni? Volt kedvem, nem is kicsit. A busz kényelmes volt, a zarándoktársak kedvesen fogadtak. Korán indultunk Ausztrián át. A táj lenyűgözött. Este már egy hangulatos kolostorban találtuk magunkat. Korai ébresztő után meg sem álltunk Assisi ig Egy kempingben pakoltunk le, amit Beus, a sziszi alsónak nevezett el. Izgultam. Igazságtalan a sors? Nálam sokkal méltóbb emberek nem jutottak el ide. Beléptünk a bazilikába. Meghatódottságom csak fokozódott az altemplomba. Az oltár felett egy kőkoporsóban alussza örök álmát immár 800 éve Francesco, aki otthagyva jómódú szüleit, a szegénységet választotta. Csendben ültek a lengyelek, a németek és még néhány náció. Furcsa érzés kerített hatalmába. Sírhatnékom támadt. De mégis, hogy nézne az ki? Korholtam magam, amikor észrevettem, hogy mindenki sír. Rázendítettem én is. Amikor kijöttünk a napfényre, úgy éreztem, vissza kell mennem. Majd megvárnak. Lecsörtettem, és egyedül maradtam Szent Ferenccel. El kellett neki mondanom valamit. Azt, hogy gyáva voltam, mert mindig félvesurrantam be a templomokba, szétnézve látja-e valaki. Lapítottam, belesímultam a hatalom tenyerébe. Éreztem, hogy megbocsát. Úgy léptem ki az altemplomból, mint aki lemosta magáról a sarat. Rietiben narkósokat látogattunk. Gyógyszer nélkül, munkával gyógyulnak. Elmondták, hogy aki megszökik, visszajön, sőt, néhányan ott is maradnak. A módszer naponta több munka, kevesebb narkó. Szandamiánóban Szent Klára templomát kerestük fel, mesés olajfaligetek között jártunk. A nővérek ott is kedvesen fogadtak. Boldogan ott maradtam volna még velük. Alvernában Ferencesek sokasága vonult énekelve Zsolozsmára. Ora pro nobis, ora pro Megsimogattam a sziklákat, és én is a szerzetesekkel együtt kértem. Óra pro nobis. Imádkoz értünk. Hazafelé Ravennában pihentünk a hosszú út előtt. A tengerparton az ausztráliai novícius felén fordulva lelkesedett a látványtól. Káprázatos, mondta magyarul. Vasutasok Stalin nem szerette őket, így Rákosi sem. Utóbbi ördögi ötletekkel kezdte el a vasutasok szisztematikus üldözését. A záhonyi kocsi felíró azért került börtönbe, mert végezte a munkáját. Felírta a kocsik számát, amit kémkedésnek minősítettek, és ez nem vicc. Negyven év alatt aztán az addig köztiszteletben álló vasutasokból Sűsű vasutasokat kreáltak, és ami még szomorúbb, leamortizálták a mávot is. Vasutas dinasztiák estek szét. Később bánat. A hatvani vasútállomás forgalmi ügyeletese 1950. június 27-ére virradó éjszaka telefoncsörgésre riadt. Kávonal parancs. Azonnal értesítse a pártbizottságot, hogy a karaván elindult. Az ügyeletes értetlenkedett, hiszen éjszaka volt, és nem értette a parancsot. A vonal végén azonban üvöltöttek. Tegye, amit mondtam! Felcsengette a párbizottságot és átadta az üzenetet. A karaván mi voltunk. Zömében vasutas feleségek és gyerekek. Ezt a történetet sok év múlva merték elmesélni. Míg a Dunántúliakat marhavagonokban vitték, a vasutas családokat ponyvás katonai autókkal zsuppolták ki a pusztára. Féltek. A nyilasból lett pár titkár, halva a kódolt jelentést, elégedette hátradőlt. Ez a transport is elment. Amikor marhavagonokkal vitték a hortobágyra az embereket, a mozdony vezető sem tudhatta, hova indul a vonattal. Pedig egyébként induláskor mindig megkapta az útirányra vonatkozó parancsot akkor viszont csak a következő állomásig. Valaki odasompolygott hozzá, hogy megtudakolja, hova viszi őket. Ide figyeljen! Ha Debrecen után a záhonyi vonalra állítanak minket, maga szóljon a többieknek. Én kiereztem a gőzt a puszta közepén, maguk meg fussanak, ki át. Én oda nem viszem magukat. És magával mi lesz? Főbelőnek rántotta meg a vállát a masinista. Egy süsű vasutas. A háború alatt világvevő rádiónkat hallgatta jó apám éjjel-nappal. Az átnevelő táborban elkobozták a fényképezőgéppel együtt. Hazatoloncolva fontosabb dolgokat kellett pótolni, mint a rádió, hiszen kanalunk sem maradt. Apám később az udvaron hallgatta a meccseket, mert a kedvéért a szomszéd kitette a saját rádióját a gangra. Egyszer aztán cséplőgép mellé hívták ellenőrnek. Ha rendesen megfizetnek, veszünk rádiót. Teherautó jött érte reggelente. Az öcsém nyafogott, hogy vigye magával. Ő azonban felugrott a kocsira, és Lacika ott maradt nekem. Bandáztunk, mert felügyelet nélkül maradtunk. Összeverődtünk öten-hatan, és partizánosat játszottunk. Gyuri meg én voltunk a hős partizánok, Zsuzsa és Miki a fasiszták. De mi legyen az öcsikémmel? Kém lesz. Döntöttem el gyorsan. De az Istennek sem akart felmászni a szomszéd tyúkoljára a figyelő állásba. Nagy nehezen mégis rábeszéltük. Már éppen elbújtunk, amikor a kém üvöltve leugrott a tetőről nyomában dühös darazsakkal. Darás fészekbe ült. Beszaladt a házba, mi meg mozzan is mertünk. Végül utána mentem, vizes ruhába tekertem, de az ordítást nem hagyta abba. És akkor hazajött apánk kétségbe esve futott be az égtelen bömbölésre. Addigra Lacika már úgy nézett ki, mint egy tintahal. Feldagadt a feje. Vigasztalta, hogy elviszi aratni, de előtte benéznek az orvoshoz. A sofőr sajnálkozva nézett Lacikára. Így született? Nem, válaszolt apám, és kinyában nevetett. Nem lett rádió a pénzből, csak évek múlva sikerült pótolni a világvevőt. A darás kalandot évekig emlegettük. A Tücskök Nagymamája A minap beszökött hozzám egy tücsök. Kitessékeltem a lépcsőházba. Azon morfondíroztam, hány évig élhet egy ilyen apróság. Elmesélek egy történetet. Nyár volt. A verandához három lépcső vezetett. Azon ugrándoztam, amikor mellettem felugrott egy tücsök. Megijedtem, rátapostam. Ejnye! Dorgált meg jó apám. csináltál? Szegény tücsök. Most a kis tücskök hiába várják az anyukájukat. Ki visz nekik ennivalót? Hát a városi nagymamájuk. Nekünk is ő hoz mindent. Összenéztek anyuval, ami azt jelentette, hogy erre nem tudnak mit mondani. Néztem a halott tücsköt, kerestem a hegedűjét, ami olyan szépen muzsikált. Rosszul éreztem magam, de mint minden máson, ezen is hamar túl léptem. Sok év múltán, ha tücsköt láttam, mindig eszembe jutott az a régi kis bogár. Ez az én büntetésem? Vajon hogyan élhet az ember nagy bűnökkel? A gyilkosok, a rablók? Most az adventi csendes várakozásban ők is eszembe jutnak. Talán nem mondta nekik az apukájuk, hogy ennye, amikor rátopostak egy bogárra. Én akárhová költözöm, egy tücsök megtalál. A halott tücsök leszármazottai kérik számon a kioltott életet. Hány évig él egy tücsök? Nem tudom, de azt igen, hogy ma már nem tenném. Nulladik óra. Kis falusi tanyasi iskolámban nulladik óra nem volt. Pontosabban volt korai ügyeletem, azt hívtam így. Nekem már nem kellett gyerekeket indítani otthonról. A kollégáimnak igen, szívesen vállaltam. Azok a diákok, akiknek a szülei hétre mentek munkába, velem várták a tanítás kezdetét. A két kis cigány lányom viszont soha nem érkezett meg nyolc órára. Az anyukájuk elindította őket időben, de az árokpartján csigát, bogarat kerestek, ólákodtak reggelente. Le is mondtam róla, hogy jobb belátásra bírjam őket. Egyszer aztán egy ködös decemberi reggelen komótosan ballaktam, amikor az iskola kapujából kétségbe esett sikítozást hallottam. Rohantam, elképzelni sem tudtam, mi történt. Az én két kócbabám sivalkodott, mint akit nyúznak. Mi történt? Kívántott benneteket, de nem hagyták abba. Tanács voltam, ezért elkezdtem én is kiabálni. Ez hatott. Be van zárva az iskola? Én nyitom ki. Tudjátok, hány óra van? Kiderült, az anyukájuk elment a boltba, a lányok meg összekapták magukat, és elindultak a suliba. Nem sokára odafutott a kétségbe esett anyuka is. Minden jó, ha a vége jó. Aztán úgy megtetszett nekik a nulladik óra, hogy ezután minden reggel a kapuban vártak. A kollégáim csodálkoztak, hogy a két kócbaba soha nem késik el. Az ebédlőben volt a plegyka kurzus. A delikvensek állandóak voltak, jól éreztük magunkat. A plegyka mestere Gabesz riporter lett. Mindig így kezdte. Hallotta a tanár néni, hogy... Kineveztem a plegyka rovat főszerkesztőjének. Los Angelesből írt nem régen. Plegykázott. A két hajas baba is világgá ment. Csak én nosztalgiázom a nulladik órákra gondolva. Tóni! Tanárnéni! Ruszki költöztek hozzánk! Egy egész család gyerekekkel? Akkor jönnek az iskolába. Éjjel napot, Nagyapám akcentusát ismertem fel a mosolygós apuka hang lejtésében. Három lesütött szemű gyerekkel állított be. Ukrajnai magyarok voltak, akiket nálunk ruszkiknak neveztek. Az apjuk valahonnan Belorussziából származott, akit Kárpát aljára vezényeltek katonának. Ott beleszeretett egy gyöngyöző kacagású magyar lányba, összeházasodtak, és áttelepültek ide, haza. Tóni mozdonyvezető volt, el is helyezkedett. A felesége pedig a cipőgyárban kezdett dolgozni. Grisának nevezték, pedig a becsületes neve Anatolí volt. Nem törődött a csúfolkodókkal, én pedig védőhálóként funkcionáltam. Az én nagyapám is Ruszki volt, mondtam mindenkinek. A gyerekek szintre emelése az én feladatom volt. Egy este a kisfiú beállított hozzám, hogy az anyukája arra kér, menjek hozzájuk saslikozni, nyárson hús csütni. Elmentem. Már messziről éreztem a jellegzetes illatot, hallottam az édes bús orosz dalokat. Késő este köszöntem el, remekül éreztem magam. Másnap Tóni beállított a szerszámos táskájával hozzánk. Megnézte, van-e javítani való. Órás vagyok és kazánkovács, mondta nevetve. Csinálta pulinak egy kutyaólat, megjavította az árakat. Mindenhez értett, mint nagyapám. Örök barátság szövődött közöttünk. Karácsony előtt egy hatalmas fenyőfával állított be. Belefaragta a talba, és boldog karácsonyt köszöntéssel búcsúzott. A temetőben a sírkövére Anatolit véstek. Nyugodj békében. Álmodj az erdőről, ahol gombákon lépkedtél, a bővízű folyóról, amelyben úszni tanultál és még a halak is önként ugrottak a hálódba. Boris Leves. A téli szünet a legrémesebb emlékeim egyike. Zárni kellett a gazdasági évet, statisztikákat készíteni, nullázni az ellátmányt, és így tovább. Emellett a gyerekeim alkudoztak, hogy ne kelljen napközibe menniük. Ez pedig azt jelentette, hogy vigyázni, főzni kellett rájuk az iskolai munka mellett. Legalább abban megegyeztünk, hogy betartják a házi rendet. Aztán jött egy telefon, az intézményvezetőknek rendkívüli értekezletet tartanak. Korán reggel mentem el abban a reményben, hogy délre otthon leszek. Kikészítettem a reggelit a gyerekeknek, de nem keltettem fel őket. Berohantunk az értekezletre, nagyon kíváncsian, hogy mi a tulipános mennykő ütött ezekbe. Megjelent egy pofa, aki egy köteg üres papírt rakott elénk. Történt ugyanis, hogy a gépi feldolgozáshoz szolgáltatott adatainkat egy új masina csak szabványbetűkkel tudta volna feldolgozni, amit viszont mi nem tudtunk kanyarítani. Hát ezt fogják most megtanulni és gyakorolni. Azt hittem viccel, de nem hogy teljes legyen a gyönyörűség, egy pakkot még otthonra is kaptunk, mondván, azt egy héttel később kell majd bemutatni. Azon kívül, hogy a guta ütögetett, tudtam, hogy nem délre, estére sem érek haza. Déltájt azonban felálltam. Kiraktam a remek művemet az asztalra, és szónélkül elmentem. A leckét hazavittem, és odaadtam egy mérnök tanítványomnak, írja meg. A házunk előtt ismerős kocsi állt, Boris toppant beváratlanul. Vár csak egy vendég hiányzott, gondoltam magamban. Aztán bementem. Az asztal megterítve, a gyerekek esznek. Egy levest csak tudok főzni, szabadkozott Boris. Éhesek voltak a srácok. Finom, minősítették utódaim. Tényleg az volt. Orosz hagymaleves Boris bódra. Egyszerű, hagyma, krumpli, vaj, só, tejföl, és persze víz. Ezt követően az ünnepi menü része lett a boriszleves. Most, amikor téli szünet van, eszembe jutott a régi történet. És az unokámnak is íz lett. Állatbaráték. Gyerekkorom egyik emlékezetes eseménye maradt a disznóvágás. Apámmal bebújtunk a párnák közé, amíg elcsendesedett a röfi. Csak akkor mentünk ki, amikor már lobogott a tűz. Évek teltek el, még nem fatornyos falumban, a decemberi hajnalok csendjét égtelen visítás verte fel. Bezzeg, mi csak lekvárt ölünk, mondta duzzogva a kisfiam. Azt bizony, más mi ugyan nem. Ha disznót tartanánk, végelgyengülésben múlna ki, mint a karácsonyi hal, amit apátok nem kólinthatott fejbe, meg különben is nem értünk hozzá. Aztán megsajnáltam, mert a pajtásai mindig csekedtek, milyen jó is a tisztótor. Elmentem hát mindenki róza mamájához, hogy hívja már el a fiamat segíteni. Azt a boldogságot. Hajnalban toporgott, beöltözött és elindult napszámba. Este boldogan mutatta a szimat szatyrot telekóstolóval. Hamar híre ment, hogy tanár Peti, Róza Mama segédje lett. Nem is győzte a meghívásokat elfogadni. A hűtő majdnem szétesett a sok kóstolótól. Egy tavaszon két kis nyuszival állított be, hogy tenyészteni fogja őket. Atya világ! Tóni ketrecet fabrikált, füvet szettünk reggel este. Meg is nőttek szépen. Jött a leadás. Kis kocsival elhúzta őket és keservesen sírva jött haza. Azonnal menjek, és kérjem vissza a nyuszijait, mert az átvevő, az a vadállat, a fülüknél fogva vágta be őket az autóba. Mentem, de vele, mert én meg nem ismertem a nyulait. Az állatokat végül visszaadták, ő meg a pénzt. Látod, mondtam neki hazafelé, ezért nem tartunk mi semmiféle jószágot. A romantikus kastélyszállót, ahol másodállásban éjszakánként recepcióztam, erdőmező vette körül. Így aztán ősszel elkezdődött a versenyfutás az egerekkel, pockokkal, kiérbe előbb a tágas előtérbe. Többnyire az egerek nyertek. Szerencsére a recepció ajtaját a szabályzat szerint zárni kellett. Így megvolt rá az esély, hogy megúszom a látogatást. Éjféltájban megérkeztek a vendégek még a vadászokra vártam. Emlékszem, Paustovskit olvastam, amikor a fax elkezdett zümmögni. Ráérek, gondoltam, és olvastam tovább. Aztán csak nem hagyott nyugodni a dolog. Mégis meg kellene nézni, hát ha sürgős. Oda néztem, és láttam, hogy lengedezik a papír a készülékben. Pedig nem volt húzat. A következő pillanatban aztán már elő is tűnt a farkinca, Kirohantam, hívtam a kutyás őrt, hogy jöjjön azonnal. Hanyat homlok rohant az alvégről, elképzelni sem tudta, mi történt. Menjen be a recepcióba, mert a vérebem kicsontozza. Én oda be nem megyek, mert ott trónol egy egér. Hol? A faxon. Akkor menjen a társalgóba. Bementem, és egy iszonyú csattanást hallottam. Lelőtte. Az üzeneten terült el az egér becsomagolta, és üzenetestől kidobta. Senkinek egy szót sem, figyelmeztetett, és kutyástól távozott. Hogy mi volt az üzenet, amit a címzett soha nem kapott meg, nem tudom. És azt sem tudja, akinek szólt. Döme. Rólad álmodtam. Már csak az álomhoz elém. Ikerházban laktunk, a szomszéd pedagógus házaspár kamasz fia, és az én gyerekeim mellé érkezett meg kicsit késve egy tüneményes kis fiú. A nagy kajlák nem hagyták békén. döm, dö, dö, döm tanították meg a díszpintje a kicsinek, ő pedig boldogan szajkózta. A csoda tulipánjaimat féltettem nagyon. Ám egy reggel lefejezve találtam az összest. Fülig száj dömi felvilágosított, hogy a törököket mindegy szálig kivégezte. Levegőt sem kaptam. Én pedig a betomba paszírozlak, mit szólsz hozzá? Összetette a kis kezeit, és sejpítve mondta. Isten, ő is dömi tém. Így lett dömike, ő is és én is. Teltek az évek, dömikéből döme lett, a mentősöknél dolgozott, és mellette pedagógiát tanult. Ha összefutottunk, emlegettük a régi szép időket. Egy reggel hallgatom a rádiót, szörnyű balesetről adtak hírt. Négy fiatal az autójukkal egy kamion alá futott. Valószínűleg elaludt a sofőr. Hárman a helyszínen szörnyet haltak. A negyedik túlélte. Egy testvérpár és döme nem volt többé. A fiú tűzoltó volt, a lány érettségi előtt az orvosira készült. Döme menyasszonya volt. Édesapjuk a mentőállomás diszpécsereként vette a hívást. Hiába küldte a rohamkocsit. Azóta tavasszal egy csokor tulipánnal kiballagok hozzájuk. Döm, dö, döm, dö. köszönök. Nincs válasz. Katalógus a pedagógus-képző intézetek államformája matriárhátus volt. Elvétve akadt egy-egy példánya a teremtés koronájának. A mi csoportunkban is összesen két Schneidig legény volt. Az egyik halkszavú, csendes, a másik a K-und-K-svejkére emlékeztetett. Mindig rossz kor és rossz helyen volt. Akkor tátotta ki a száját, amikor éppen nem kellett volna ha Jolánka Z-hát írat, én a tyúkszart is x írom, mondta. Tyúkszár, ez a becenév rajta maradt egészen addig, amíg valaki el nem kezdett méltatlankodni a szalonképtelensége miatt. Nehogy már a folyosón kurjongassunk ilyen alpári szavakat. Legyen tök szár, x döntött végül a jól neveltek többsége. És lőn, mindig jól értesült volt. A fene sem tudja, honnan kapott fülest, mikor lesz katalógus. Egyszer a nagy előadóban filozófia előadásra csődültünk össze. A prof Pestről jött okítani bennünket. Már az asztalnál ült, amikor kivágodott az ajtó. Razzia lesz, bődült el tök szár, Amikor meglátta ő doktorságát, földbe gyökerezett a lába. Mi is lezsibbadtunk egy pillanatra. Doktor K., Megigazította a nyakkendőjét, és annyit mondott. Nocsak! Aztán rázendített Mao filozófiájára, amit szerintünk ő maga sem értett. Tökszár megúszta a kivágást. Eltelt egy fél évszázad. Szépséges unokámnak plázázhatnék a támat. Engem beültetett egy kávézóba, ő pedig körülbillette az áruházat. Észrevettem, hogy egy öreg úr kitartóan bámul. Amikor összevonta a szemöldökét, és elkezdett bazsajogni, beugrott. Tökszár, te vagy az! Én vagyok, Natasa! Képzelt, az unokám leültetett, hogy ne zavarjam a vásárlásban. Nem hiszed el, engem is! Nevettünk. És kezdetét vette az emlékszel-e kurzus. Záró Különös volt újra átélni a múltat. Egyszer minden a végéhez ér. Mint egy hátizsákból a sok holmit, úgy kaptam elő egy-egy emléket. Ahogy jött. Előbukkantak az emberek, akikkel összehozott jó vagy rossz sorsom. Ám többen voltak, sokkal többen a jók, akiktől megtanultam az élet értelmét. Nincs mit szépíteni, a végállomás felé robog a gyors, amin ülök. Kaptam egy életet, de hogy jól vagy rosszul sáfárkodtam-e vele, nem tudom. Tisztelt társkereső lányok, hölgyek! E-mail címem párkereső.prózákkukatgmail.com 182 cm magas, megbízható, tisztességes, őszinte fiatalember vagyok érdeklődési köröm főképp az informatika, természettudományok, társadalom, vallás, pszichológia, önfejlesztés és a művészetek köré szerveződik. Jelenleg webmesterként tevékenykedek, különféle programokat készítek, valamint blogokat vezetek, szakirányú diplomával rendelkezem. Egyaránt jellemez a nyitottság és az introvertáltság, Leginkább azokkal találom meg a közös hangot, akik nézeteiket tekintve a hagyományos értékek iránt elkötelezettek. Médiafogyasztási szokásaimra főként az MR1, a hit és a katolikus rádió hallgatása jellemző. Összességében úgy vélem érdemes velem megismerkedni, talán megér egy próbát, bár átlagembernek tartom magam, az átlagnál nehezebben ismerkedem, ugyanakkor ennek előnyei is lehetnek. Vidéken élek, de szívesen költözöm, a távolság részemről nem akadály. Egészségtudatos, gyermektelen nővel barátkoznék, ismerkednék, lakóhelytől és életkortól függetlenül, tartós, hosszú távú, komoly párkapcsolat reményében kölcsönös szimpátia esetén nyitott vagyok a kapcsolatra. Reménykedem benne, hogy ezen sajátos módon növelhetem a társtalálás hatékonyságát. Felkeltettem érdeklődésed. Várom üzeneted. Barátságos vagyok, írj nyugodtan bármit, vagy kérdezz, ami eszedbe jut, így elindulhat az üzenetváltásunk, ami egy szép barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Mindenkori párkapcsolati állapotomról a kapcsolódó blogon tájékozódhatsz. Párkereső kötőjelprózák.blogspot.com Megosztással, ajánlással is segíthet pár találnom. Köszönöm.